えっ <noise> Ez is meg van ezt is behúztuk. Szevasz! Hát, szevasz! Hallod, nem Én... akarom elhinni, hogy az eb idáig legjobb meccsét bazd meg, mi meccseltük a portugálokkal. És döntetlen lett, de nem 0-0 bazd meg. Hogy ez milyen döntetlen lett, apám? Édes hát Istenem! Ez a, ez a három, komolyan mondom, így, így felét az autóba hallgattam, míg jöttem haza és akkor így eszembe jutott oda a 6-3. Há, Azt milyen hittem, szép hogy ez lenne. egyből ez ugrott be, egy biztos a Szepesi. Hú, az mit Milyen szép volna. lenne, egy 6-3-at játszanánk. Úristen. De 6 gól egy meccs, hát nem is tudom, volt -e ilyen ebbe a, a fordulókba itt a, az ebén. Tehát én vagyok egy nagy foci szakértő, de tehát élvezett volt őket nézni. Tehát, amit a Gera leművelt, az meg, hogy 20 perc után olyat vert hallod a hálóba 20 méterről szerintem, hogy és nem az, hogy 20 méterről és nem volt előtte senki, hanem hogy konkrétan előtte volt a fél portugál csapat, és bevágtam. Ó, nekem, volt. nekem, annyira, annyira ö, ráállt a fülem, tudod, a portugáloknak iszonyú nagy nevek játszanak, és és, és, és töröröm, töröröm, és, és ez a, a megszoktuk már az elmúlt 20 évben, hogy Magyarországon a foci az ilyen. És hát apám, utolérték a labdát, tudtak vele futni, hát gólt tudtak rugni, ide-oda passzolták, mondom, mi történt itt a az elmúlt pár évben, de gyanítom egyébként, hogy, hogy itt azért a, a, Storknak, a szövetségi kapitánynak az óriási szerepe van ebbe az egészbe, és tök mindegy volt, hogy kitállított pályára. Tehát, hogy mindenki tudott focizni. Tehát ez, ez valami elképesztő, tényleg. Nekem, nekem, nagyon nagy élmény ez, a, ez a, az Európa bajnokság, mert, mert én még, még, nem, nem láttam ilyen jó magyar focit. És mindenki jó egyébként, tehát szó se róla. Még az osztrákok is, akik most utolsóként fognak hazaballagni egy döntetlenne, igen. Szenzációs, tehát így visszaadta, nem? Tehát így visszadta a hit, hitedet abba, hogy, hogy, úristen, lehet Magyarországon focit csinálni, mert eddig csak nem is tudom, mémelni lehetett, meg, meg pénzt behajtani, de, de hogy mutatvány nem volt mögötte. És hogy nézem, ezek a gyerekek, ezek abszolút szerények, nem tudom láttad de a, még, még a pályán interjú voltak, már nem tudom melyik játják. A gera. Gera, 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 És az is azt mondta, hogy ne, hát nem, 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 nem azért, nem kell itt elszállni, mert tudom, át szoktunk esni a ló másik oldalára, hogy de aztán mi vagyunk a legjobbak, meg széjjel verjük mindenkinek a pofáját. Nagyon, nekem nagyon szimpatikus. Azt voltak. nézted, hogy a végén a, a portugálok egyből levonultak. A magyarok meg még igen, körbejártak igen, a stadiont, igen. ahogy szoktak, és, és... Hát... És... Uh konkrétan, hogy hívják a portugáloknak ezt a nagyon gyors, Ronaldo? Uh, csat, hát a Ronaldo az konkrétan az olyan volt, mint egy három éves gyerek. Hát miért toporzék Az, az mikor pár... bevágták a harmadikat a magyarok. Hát én azt hittem, hogy körbe geniális <laughs> zseniális volt. Oliva bogyó zabálok. Isten, hát na, Egyébként, ha nincs, le, ha, nincs a a ha nincs, a Ronaldo, ha nincs Ronaldo akkor, akkor három egy lett volna. Azt uti, hát azt tuti. hát kettőt úgyhogy... Tehát az úgy a sarkazós gól, öcsém, tehát, na azt nem sok ember tudta volna ilyen rutinnal meg, megoldani, ahogy, ahogy, ő. Tehát a kapus rá sem mozdult. Tehát azt, megnéztem kétszer a lassítást érted. úristen, mit csinál ez az ember? Hihetetlen, tehát nagyon robbanékonyak, meg, meg szá... Én azt hittem, hogy rongyávernek minket. Hát azt azért nem, de én, én úgy gondoltam, hogy kapunk egy gólt, azt, azt csókolom. De, úgy, de utána ugye az jött, hogy tehát, hogyha nem ez lett volna, hogy még döntött, döntetlennel is tovább jutnak a portugálok, biztos ö, nehezebb lett volna. Borzasztó pontos, mondja. meg gyors volt ö, a játékuk. De, uh, hogy, de hogy mennyire látszódott, hogy ez a három-három nekik tök jó. Tehát... Hát hülye, hallod, az most... utolsó tisztelt az mi volt? Hát az az egy jelző, ger, volt. Oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza. Ezt így megjátszották öt méterre, háromszor. A szor, mikor megindult feléjük a portugál, akkor vissza a kapusnak. A kapus felé, akkor egy háromszögbe keringették két percig a labdát. Én nem, hát mondom, zseniális. Hát az a, vég, a végén, ott ott mind a két csapat, kapitány, meg könnyű, hogy Fújj már le, basz, meg fúj már le, nem csinálunk már semmit, hogy a picsába minket. Hihetetlen volt. Tehát, Én egyébként. Na ez hülyeség ezt mondani, de imádkoztam volna azért, hogy, hogy zakót kapjunk. Mert a, a további utásnál nagyon nem mindegy, hogy kivel leszünk, és most, most tíz éve leszünk, húsdarálóba leszünk, de kőkeményen a, a csoport elsőség miatt. Az, el, az első másodiknál durvulás lesz. Ha jól emlékszem, az egyik az angol, a másik a német, vagy belga, már nem is tudom. De a, a harmadik lett volna nekünk a, 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 tuti. De na, hát azt most de, hogy lehet ezt hát mondani, am, hogy Tehát amikor ki kivitte őket a vonat, és valaki azt mondja, hogy csoport elsőként fogunk hülye. tovább menni, hát ez zseniális. ezt nem érzem. Hát ezt mondom, ilyen nincs De am. meg, hogy hallod ezt a sorrendet? Hogy magyar, Izland, portugál, osztrák. Az osztrák volt a, az egyik kiemelt a csoportból. Hmm. Azt akkor hol vagy, bázd meg? Döntetlenne. Ennyi, haza hallod. Újt meg a sípot. Hülye gyerek. Hihetetlen. Tegnap este uh, Horvátország-Spanyolország mérkőzés volt. Ott uh, dolgoztam ült, sajnos. Ültem este a tévé előtt, és a horvátok öregem olyat játszottak, hogy csak néztem ki a fejemből a spanyolok ellen. Tehát valami frenetikus volt. Még a spanyol egy nagyon jó csapat, de egyszerűen olyan, olyan országok kapaszkodtak most föl velünk együtt, szerintem a, a izland, hát tehát azt se tudtam, hogy fociznak, hát érted? Rux egy szabadrugást, azt közben van két gejzír, hát hagyjál el már, hát... hihetetlen. De Az állítom, volt a fura fűtöt, egyébként, hogy... stadionjuk van. É... Az volt a fura egyébként, hogy mondták, hogy hogy a. A portugálok a majdnem legalacsonyabb játékosok, a magyarok meg majdnem a legmagasabbak. Tehát arra mentem volna, hogy itt, itt magas játék lesz, fejelés, kapura fejelés. és aztán meg még, mégis inkább a Ronaldónak a, a fejeseitől kellett fosni. Fú, hát hihetetlen, tehát az az ember az... az. Mint egy hisztis kisgyerek fél... egyébként. Igen, de, de, de félelmetes technikai tudásom. tehát. Hát igen, én, pláne, amikor én... 11-est kell rúgni, bassz. Azon a bokámat lefostam, az még. Tehát egy 11-es nem berugni. Na, hát az én már tényleg. Nem tudom, a lányomnak a, a barátja mondta, hogy talán Ronaldo egyébként, hogyha rugni kell kapura, akkor nagyon szar teljesítmény nyújt. Hát ez borzasztó volt. <hül> Tehát, hogy így elbombázza fölé mellé oldalt. De, de hát gyöny gyönyörű volt. A magyarok is nagyon szép gólokat rúgtak, Portugálok is, tehát le a hát most az időként. a jó, hogy hogy csoportesőként jutottunk tovább, és most 27-éig van nekünk uh, szusszanásunk. Tehát most lehet regenerálódni. De egyébként, uh, fú, de fölbasztam az agyam, mert ugye nekem fönn van a telefonon a, az uefa nak a hivatalos apja, az Euró 2016, és ugye ben van nekem figyelésben a magyar csapat, meg ugye a meccsek, és akkor ilyenkor mindig küldik, hogy ö, ö, milyen felállással ö, kik fognak játszani, és a többi, és a többi. És meg pushba az üzeneteket, hogy mi történik. És az meg előbb jön meg az üzenet, hogy gólt kaptunk, mint gólt kaptunk. Jó, de ideg voltam, mikor először ránéztem, Na, azt akkor lenémítottam a telefonon, rohadjál meg, nem érdeke, nem érdeke. Néztem a tévét. Hát a izénél a 3-3-nál három így jött. Én meg tudod, már, éppen ö, jön hozzá az asszony, Csináltam hamburgert, sütöm a húst, mondom, olyan gólokat rúgnak, és akkor három-kettő, mondom, ilyeneket, ilyeneket. Sütök tovább, mondom, pitjen a telefon, nem, mondom, ezt nem akarom, nem akarom, legyen sárga. És akkor megnézem a telefon, oké, okay, rohadjatok el. Mindegy, mindegy, ne itt, ne itt dögöljünk meg. Ilyenkor azt kell csinálni, csár, hogy kitelefonálsz Amerikába, azt meg megkérdezed, mennyi volt a végeredmény. Érted? Előrébb járnak, nem tudom hány órával, hát ennyi. Hátrébb, a többi stimmel. Hátrébb, akkor nem tudom, akkor Ausztráliába, Ausztrália Ausztráliába. Ja. Ki telefonálsz, azt megkérdezett, hogy mennyi volt. Jó Istenem. Úgyhogy most van egy hetünk. Tényleg, tehát most én azt mondom, hogy tök mindegy, itt pártállástól, meg, meg mindentől függetlenül minden magyar most büszke lehet a, a mert le a a fiúk előtt tényleg. Óriási teljesítmény volt. És azt néztem, hogy, hogy, valami hihetetlen, hogy milyen kapcsolatuk van a szurkolókkal. Láttad a végén? Igen. Hogy hát meg, oda meg... Met... pláne az izlandinál is, ugye, mikor amikor uh, berúgtuk a gólt, és akkor ugye hirtelen megjelent a, a, a füstgránát, és egyből ment a Gyugyi, aztán terelgették a Akkor mondta a riporter. A bírónak, ha csak egy kis csöppesze lenne, hagyná, hogy hagyja. Meg, a meg do... az a knézi volt, a knézi volt, meg mikor bejöttek a rendőrök. Vagy ez lehet, hogy nem a magyaron volt, mikor bejöttek a rendőrök, és fú az meg. De megfejtette ott a hülye knézi. Uó. Nem. Ja, hogy a mi oldalunkon álltak rendőrök, a, a másik Nem a, a, ö... az ultráknál álltak, de ez a... nem vagyok benne biztos, hogy a magyar volt, már meg nem mondom, hogy melyik volt. És 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 ott, mikor bement a, még gól se volt, semmi volt, és bement a sorfal az ultrák elé. És hogy hát ez most olyan indulatokat fog kiváltani, és akkor tudod, a bíró még várt, még vártnak, akkor repült a füstgránát, meg verekedtek. A ja, megmondta, megmondta, hogy a rendőrök, és ki se emelik a izéket, onnan azokat, akiket ki kéne. Ó, oh, igazi tróger. De figyelj már, Csányi valamit nyilatkozott az OTP vezér, hogy nyugodjon le a picsába mindenki, a, mert ugye megbüntették a, a Magyar Labdarúgó Szövetséget. Igen. igen. Az emelést. Ja, ja, ja. Hogy, most nem, nem tudom, ezt mire gondolt, hogy majd beszáll pénzzel, vagy, vagy dobjuk össze közad a vagy valami. Hát vagy ő dobja össze, mivel ő a... Vagy, vagy dobja ő elnöke, össze. Vagy valami érte. hasonló bizottsági tag, vagy tököm tudja, micsoda, meg egyébként se kevés a pénze. Top 100 benne van. Meg se érzi. Ennyi. Á, sem, ez fizesse ki csíkzsebből, érted a, a dolgot, szóval... Figyelj már, Charlie, akartam tőled kérdezni. Nem tudom, ezt az előző adásban valószínűleg nem tárgyaltuk ki. Mesélj már valamit a YouTube-ról, mint, mint nem is tudom, mint jog, jogdíjak, meg a, az ezzel kapcsolatos ilyen balhéknak a... A, a generálói? A azt, azt nem tudom tényleg, hogy a, az előző adásban kibeszéltük-e, és most pont nem az a laptop van előttem. jó, ha megtudja az, aki egyfolytában köpköd rám, hogy több laptopom van, jaj, jaj. Szóval az előző Vienna Vépes videómat, amit, hát nem, szerintem azt beszéltünk róla, hogy letörölte a YouTube, és akkor a, a UMG volt ott a, a jogtulajdonos, és aztán a Rico Management, utána mentem, be az meg, hallod, ez a Rico Management másból se él, csak ezekből a tiltásokból. És hát a, van egy ez oldal. Ez amerikai cég, amelyik. Igen, igen, olyan, mint a igen. Be, betegjogi jogászok, hogy igen, ott körülbelül... ül a váróba, és néz, hogy mikor jön ki a beteg. Hát ő, ő, ő ja, egyfolytában keresget és mert hogy ez manuális találat volt. És ilyen napi 150-től fölfele vannak neki a letiltott videói. Van erről, az meg egy weboldal, ami ezeket gyűjti. Ú, így bejelentőre, ö, na, per nap letiltottakra, és ebből grafikonokat rajzol, és ott van, hogy melyik nap, mikor, kit tiltott le, és a többi, és a többi. És ezeket bazd meg, a YouTube lemegy kutyába, neki ő nem akar pert, egyszerűbb, hogyha letiltja a picsába a videót, és a legszebb az egészbe az, hogy, hogy előző nap meg ugye küldi nekem a levelet, hogy nem kell izgulni, a UMG-hez fog kerülni a tartalom, majd reklámokat fog megjeleníteni a videó alatt, és akkor maradhat minden úgy, ahogy volt, ez engem hátrányosan nem érint, másnap jön a Rico Management, pff, kurva anyád, kettébe vágja izémet a Facebook csatornámat, amit mondtam, hogy nem tölthetek fel hosszú videót, nem tölthetek fel live-ot, nem, rak, tehát nem tudom azt csinálni, hogy tudod, hogy föltöltem a videót, megvárom, még HD lesz, meg feliratot rakok rá, meg, meg, kártyákat, meg az anyám kínját, nem tudok privát videót csinálni, nem tudok listára videót csinálni, semmit nem tudok. Amit föltöltök, az egyből publikba megy, ez meg kurvára nem jó nekem. Uh, és aztán írtam levelet a YouTube-nak, akkor volt egy két-három levelezésem a, a copyright kukacsal, meg a legal uh, kukacsal is, és ezt még mindig nem tudom eldönteni. Magyarul jön nekem a levél, én válaszolok nekik angolul, visszaválaszolnak angolul, aztán jön egy másik levél, amiben írnak magyarul, visszaválaszolok magyarul, nem jön válasz, aztán visszaválaszolok még egyszer, akkor már öles, és de mindegyikbe beírtam. Első leveletek, második leveletek. Ti basztátok el. Mit csináljak? De mondom, mondom leszarom a videót. Csak állítsátok vissza a megbízhatósági szintjét a csatornámnak. Ez így lófasz. És akkor jönnek, hogy rosszul éltem a panasszal, mert szerintük nem, de ha igen, akkor nyugodtan kattintsam meg azt a linket, amit itt adnak, ami az előző bejelentésemben is volt, megkattintom, és akkor te készüljek föl, hogy akkor be fognak perelni az amerikai jogászok, megkúrjátok az anyátokat, akkor is megkattintom. Vicc. És mondom, ti el, nem, nem lehet őket meg, és nem válaszolnak. Na most megint összeszedtem szépen, gondolataimat másfél oldalban rájuk zúdítottam, lementettem pdf-ben a le leveleket, Ö, letöltöttem a forrását a leveleknek, hogy lássák belőle a fejlécet, meg a címzettet, meg a feladót, meg minden rohadt. Isten nyilát. Elküldtem ma, úgyhogy megint várok. Krisztiánnak háromnegyed évébe telt. Ö, én is addig fogom ütni. Tehát, tudod, mikor, mint, mint, itthon a, a, az elmi, -e érte. Hogy, hogy azt mondom neki, hogy de figyelj, ezt elkurtátok, és most mi van ezzel? És azt írja vissza, hogy az ég kék, a fűzöld. Oké, okay, bazd meg, de nem ezt kérdeztem. Nem ez volt a kérdés. Na, és akkor most odáig eljutottunk, hogy nekem nem jön válasz, és most kaptam Blackitől az értesítést, illetve beszéltünk, hogy ö, hát bizony neki meg a BBC-s videóját tiltották le, ugyanígy a BBC, és, ö, és őt is ugyanúgy varnolták. Ö, Tököm ki van ezekkel. Vicc. Ráírsz a későjövő hiányzó osztálytársunkra, vagy ö, írjak neki én, mert mondjuk én akkor nem fogok annyira indulatos lenni. Hát, ja, hogy én akkor meg indulatos leszek, és akkor az nekünk jó? Nem tudom. <laughs> nem tudom, de, de én gondolom, hogy a piros füstgránátot befogod neki baszni most. Tehát ebbe, ebbe szinte biztos vagyok én a paprikasprét ajánlanám. Tehát a könygáz az, ha ivott, akkor az nem használ, Charlie. Na várja. Értem én, értem én, hogy késel. De mikor a meccsnek 7 óra 50-kor vége van, és Zulu 20.00-ra megbeszélünk valamit, majd nem veszed föl a telefont, és 21 óra 0-0-kor. Azt írod, hogy mega mea kulpa, akkor ennél kicsit többre lesz szükséged, mint a megamea kulpa. Nem tudom, Krisztián. Próbálj minket lekenyerezni. Írtam 8-kor, hogy késni fogok bort. Tehát ez a, ez a mentséget, hogy írtad, hogy késni fogsz. Nem, nem, nem. Hát azt csak próbáltam elvenni az élét előre. Nem é. tudtam sajnos időben elindulni, elnézést kérek. Más tett nekem szívességet, és elhúzódott a dolog, és ez nem, nem olyan volt, hogy azt mondom, hogy akkor a kocsó oldjátok meg nélkülem. Várja, most megkérdezem, Fifi, a téged ez érdekel? Momentán, tehát van egy győz, Győztes magyar csapatunk. Tehát ennek jobban kerülnek Krisztin mit annak hogy nem. Arról beszéltünk idejéből. 20 percen keresztül Fifikával, hogy ugyan. Mi a picsa lehet az, ami téged a magyar portugál meccs közben elszólít a lakásból. Budapest ki van halva. Nem csak Budapest, a városok ki van. Szeged is ki van halva. És akkor pívkó Krisztián, én láttam lelki szemei előtt, hogy sétálgatsz a vadregényes ligetben. A kihalt városban. Kihalt városban. Postapokaliptikus városban. Igen, igen, sőt, lovagolsz mint, ö, lovagolsz, mint a rik, és, és ennyi. Tehát kicsit több átéléssel mondjad a mea culpa vagy valamit ajánlj föl nekünk, nem tudom, kétszer két liter ö, ö, barackos szilvát, vagy valami. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Meg a mea culpa. Meg a hát Kurva jó, hallott? Tényleg, Fifika, mit mondtam neked? Hogy küld 64, vissza... 64 bites meg a Giga. Nem, nem. Giga -meakult. mit, mit mondtam neked, Fifika? Pénteken küld el nekem az összes hangtechnikai cuccot, Krisztiántól is elhozom, bezárjuk a boltot, én ezt így nem csinálom, hogy egy órás csúszással megyünk neki az éjszakának. Azt majd éjfélig vágok megint. Két éjszakán voltam túl Krisztián. Na. Én tudom, hogy ezt hogy tudod jóvá tenni. <coughs> én veled szolidarítottam, Csáli, csak nem tudsz róla. Ugyan már. E, tudod, mennyi lett Mit a végeredmény? Minek a végeredménye? <síl> Jó, kedves hallgatók, ezt majd a párásító uh, Facebook csoportjában a bejegyzés alatt kommenteljétek, jó? A, a, kína a kínai-magyar pingpong válogatott, mit játszott Krisztián? Ez zseniális. 21 valamennyit. Tudom, mennyi lett a végeredmény, 16. Nem, az 42 egyébként is. De az mindenre Majóban. jó. Elmentek. Mind, sőt, mindek. Én is elmegyek a picsába. Tűnjünk innen. Na. Menjünk a picsába. Krisztián, <hül> döntetlenre hat gól egy meccsen a portugálok ellen. Ez csak ilyen címszavakat mondok neked. Gera, Akkor a 20 méter. matematika erejével az 3-3, ugye? <hül> igen, igen. Fantasztikus vagy. Csoport elsők a, Gera. a, magyar... Ezt nem kommentálom, Fifika. Ne, Csoportelsők Csoport elsők vagyunk, Krisztián. Csoport elsők. Izland csak a sarkunkat nyaldossa, Portugália csak a tarkunkat látja, az osztrákok a kanyar után vannak. Ennyit erről. Hát most majdnem szívdobogást kaptam. Hát azt gondoltam, de azok után, hogy, hogy még sörözni is lusta, vagy kimenni Andornak a, a Spartan részre, vagy mit tudom is én hova akar kiráncigálni, nem csodálkozok semmi ilyenen. hogy azon csodálkozom, nem, hogy a hegedűtől nem, nem, nem kapsz róla. izét, nem kapsz izomlázat. Na mindegy. Nem, Christian, nem a focigének. Mondja, Charlie, mondja. Uh, hogy haladjunk is valamivel, uh, annyit, itt pont akkor léptél be, amikor mondtam ezt az érdekességet, ugye, hogy ma megint küldtem levelet a, a Youtube-nak, mert még mindig hülyének néznek, de azóta sincs semmi fejlemény. Semmi. Szerintem tudod, most kaptam meg azt a tiklert, hogy devnull. null. Úgyhogy... Beszélgetsz az automatával. De ezt meg tudod nekem mondani egyébként, hogy a, 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 az én YouTube fiókomat milyen nyelven kéne reklamálnom? Mert én kapok angol levelet, kapok magyar levelet, nem tudom, hogy hogy írjak nekik. Már minden, hogy írok. Ö, eszembe jutott nekem, megkérdezzem a google barátomat? Hát nem az, hogy kérdeznek, Ez hanem a... állítasd vissza vele a fiókomat. Jó, de nem YouTube-nál dolgozik, érted? Tehát viszonylag nagy cég. De hogy hát, ha van valami tipje, hogy kinél kellene érdeklődni. Hát az tök jó nekem lenne. Például, nekem például, amikor az Android marketen volt a, a copyright infringementes baromságom, akkor nagyon sokat tudott így kontaktok tekintetében segíteni, hogy kinél. Hát az tök jó lenne, lenne, mert csak a, 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 legal notice, a legal, meg a copyright, akármicsoda kukac címekkel beszélgettem idáig. Jó, megkérdezem tőle, hát, ha tud valamit tippet mondani, vagy ha más nem, akkor legalább a közös céges listára be tud kérdezni, ahol viszont emberek olvassák, és akkor ott valaki hát, ha tud valami értelmeset reagálni rá, hogy mi van. Azzal kezdődjön a subjectem, hogy fuck you! Krisztián, mondok írom neked... Mer elfelejteni. Jó, Mondok neked olyat, ami hát, hát jobban megdobogtatja a szívedet. Te magyartalan dög, mint az, hogy a magyarok, szívű. Hogy a magyarok bejutottak a nyolcadba, hogy képzeld el, a hogy. A az nem nagyon kicsi. Na jó, Ez van. Krisztián, ezen a, ezen a sportos dolgon lendüljünk túl, mert neked nem megy, úgy látom. Krisztián, <haz> több komolyságot. 25. Krisztián. Tehát. Képzeld el, hogy Blackinek a BBC s videóját is törölték. Ugyanígy. Csak mondom. Csak Egy őt nem mi? a. Bizony, neki a BBC töröltette. Úgyhogy most ő is varnon van. Édes Istenem. Na. Hát minket az ág is húz mostanában. Szerintem Én... ö, nem. Nem most az van, hogy így rászálltak az ejcigisekre? Szerintem most kerültünk fel a térképre, ezt most csak viccelek egyébként, most kerültünk fel a térképre, Mújó, és rájött a BBC is, hogy ezt nem szabad itt engedni, mert majd ide jól elhozzuk, és majd levetítik ö, valahol, csak ahhoz el kell tudni adni, azt meg úgy nem tudjuk, hogyha előttem már mindenki megnézte a Youtube-on. Hát vicc. Hát ez múl is, megnézem majd a, az eredetit. Na, úgyhogy ennyit a, a... Amit az angol figura osztott meg, hogy tőle is lenyomták -e. Hát ez bosszantó. Hát ja, valahol megértem, de bosszantó. mi meló benne van a feliratozásban, meg minden szírszarba. Ja, 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 ja. Figyelj, nem lehetne azt, nem, ha valaki nem szedte le esetleg. És mit érsz vele? Hát átrakjuk a Vimeóra, vagy mit tudom én, valami olyan csatornára. Hát az a baj, nem... hogy ott, ott csak égetett felirattal lehet szerintem. Hát max ráégetjük, annyi baj legyen. Ha, ha lementettebb le ki a, a feliratokat, vagy egyáltalán hozzáfér még. A nem, masszus... azt abszolút nem fér hozzá már, az ugyanúgy van törölve, mint nekem azt mondja. Tehát jött a levél, hogy szerzőjegy, panaszt. hello. Na, úgyhogy, és képzeld el azt a drámát, mikor Blacky el akar magyarázni, mondjuk egy, ö, ö, mit tudom is én, veszteségmérést akármilyen módon, és képzeld, bele kell szorítkozni a 15 percbe. Ha! Na, vagy az lesz majd tudod, 3 per 1, 3 per 2, 3 per 3 ilyen videók. Na, hát ez, ez, ez ultratrend. Hát nem derítetted föl a kedvemet. És az a baj, az a baj, hogy néztem a Vimeót is, tök jó, hogy fönn van, Jaj, képzeljétek, egyébként írt a, írt a héten nekem a kicsit lassúak szerintem a, a Vienna vépesek. Ja, hát ezt csak neked tudom mondani, Krisztián, mert veled voltunk ilyen akkreditált beluga kaviár képző tanfolyamon, és írták, hogy, hogy mert ugye elküldtem nekik a linket. Jaj, nagyon szépen köszönik, nagyon jó lett a, a fotósorozat is majd gondolom valóban vagy kirakják, vagy nem, aztán írtam nekik gyorsan, mert lát, tudod, ott még benne volt a YouTube videó, mondom, jó, akkor el, elmesélem az van, hogy a YouTube megkurta a seggemet lisztes fasszal, és akkor most itt van a Vimeós link, és ettől függetlenül is a Vimeón sikerült egy hét alatt körülbelül 170 megtekintés. Na, ez a bajom a Vimeóval, Krisztián te uh, sem föl a Vimeóra azért, hogy keres valami videót. Ez a, ez, a, ez a fő gond. Tehát a viralitás hát szempontjából igen. ugye, hát a Youtube se hülye, saját magával drót az össze mindent. Jó, 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 jó. Jó, 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 Kicsit hátrébb kullog. A Vimeó. Krisztián, az a büntetésed, hogy most 30 percnél járunk nyersben, és innentől kezdve te fogsz beszélni. Elmondom, hogy mi a menetrend. Semmi vicces, hangzatos címet nem fogunk ennek az adásnak kitalálni. Ez a GFN vagy Global Forum of Nikotin beszámoló lesz 2016 varsó. Amin Krisztián nagy levegőt vettem, és az outfitet most most e próbálom elfelejteni, de nem megy! Cicás nem. pólóban lefényképezkedett. Nem, 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 mondjad, mondjad Nem, nem, Csárli, nem bazd mondjad. meg, cicás pólóba. Na, nem mondjad. is ez a lényeg. Azt találtam ki Krisztián, ugye beszéltünk erről, hogy videót vágni, meg anyám, kinyomj meg, majd hogy lenne jó. Minimalizáljuk ezeket. Elmondjuk podcastbe. Elmondod, mert te tudod, te voltál ott. Én majd ebbe a, ebbe a show be lehet embeddelni a videókat. Én azt a pár darab, hat-nyolc videót be fogom szépen rakni. Meg tudják hallgatni a podcastben, a videókban egymás után végig fogják tudni kattintani, és szerintem ennyi, még hogyha van valami begépelt doksid, azt át tudod küldeni, és akkor berakjuk még esetleg oda érdekes linkként. Szerintem nem kéne ezt, ezt jobban túlmisztifikálni. Én meg akarom csinálni ezt a videót, már le is töltöttem a videókat, meg már tök jó kis koncepciót körítettem köré, meg elkezdtem meghallgatni őket, és az a baj egy az egybe betéve, hogy azok a videók, azok ott helyben élő közvetítésben tök jók voltak, de így visszahallgatva a, a az egyharmada fele az, az ilyen járulékos beszélgetés a cseteléssel, meg ilyesminek, úgyhogy beszámolónak. Ezért így hívják, hívják live-nak, és ezért van most a neked beszámolod. Meg én, én, megkérlek, hogy 400 pixeles videóból te ne csináljál még csak 720p-set se, mert na, elmondtam neked kismilliósz, hogy okádni való. Úgyhogy nem uh, Krisztián... Az, nem, 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 látod az én koncepciót. Én nem mert, is akarom látni, születi. nem is akarom, mert te ahhoz lusta vagy, hogy egy videót csináljunk erről, hogy te beszélsz normálisan, Ezekből a fosokból össze akarsz vágni, nem tudsz annyi őt kivágni majd. Egyébként nem vagyok De tisztában a. Azért tisztában nem vagyok vagy vele, Charlie, hogy telejegyzeteltem körülbelül tíz oldalt, ott helyben még benne volt a fejemben élőben a dolog, és, és vissza kell néznem azt a majdnem öt órányi anyagot, hogy még abból csináljak még egy jegyzetet, amiről aztán utána tudok csinálni még egy másik videót, tehát ez ez meg olyan. Hát én nem gondolnám, hogy a, 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 a videóban ilyen, ilyen elszámolós jegyzetet kell csinálnod, hogy minden egyes beszámolónak minden egyes pontját kiemeled. Csak csak nagy vonalakban. Mindegy, Krisztián. Szerintem most igen, az a dolgod, hogy beszélj. Ott tartottunk, hogy... Várjatok meg, két tök különböző dologról beszéltek. A Krisztián igenis csináljon egy beszámolót, mert hát... A... Az Egyesület, hát hadd menjen már ki az Egyesülethez, bizony. Az bizony. Egyesület alelnökeként uh, volt kint. Uh, de nyil, most videó videóbeszámolóról beszél, Fifika? Igen, de, de én mindenféleképpen várok tőle uh, vagy egy írott, vagy egy hangzóanyagot. Csinálja meg, akarod, kiteszed, ha nem akarod, nem teszed ki, akkor kiteszik az Egyesület oldalára, most ebben Tessék a szempontból. Köszapu szerintem. te Krisztián, te szerintem jobb, hogy csöndbe de? maradsz egy óra késés után. Csak megköszöntem, Fifi, hogy megnéztél. Meg se köszönt. Hattam, hogy közabú. Meg se köszönheted. <laughs> Tudod, be se kaphatod. <laughs> be se kaphatod, így van ez a, ez a büntetésed, a be se kaphatod. Na, Krisztián, most akkor ténylegem. Pró próbáljuk ki azt, hogy, hogy egy aránylag rövid, a három napot összefoglaló. Nem az esti ö, asztal melletti beszélgetéseket taglaló, hanem a lényegre törő beszámolót. Hány napos volt? Nekünk Hány napos volt? Három? Hát ő, alapvetően maga a konferencia kettő, és ugye a nulladik napon este volt a, a Billion Lives premier. Oké, okay, akkor én arra kérlek, hogy fejbe, és akkor várjál, megpróbálom megint nézni ezt a csetet, hogy most működik-e az Excel csetünk. Aztán valamiért most nem megy. Lehet, rá Nem az Excel-nél vagyok, hanem a GFN-nél vagyok nyilván, hogy a programtáblázatot előszedjem. Nem tudom megnyitni a cseveg Na mindegy. Úgy próbáld a fejedben, majd én csinálok ilyet, hogy fél óránként így píp, ilyet sípolok, és a de, de kezdheted a Billion lives szal Ezt akartam hogy mondani, hogy ha három nap van, akkor mondjuk a Billion Lives-ról beszélsz egy 20 perc fél órát, aztán a következő napról még egy fél óra, aztán még egy fél, és akkor így pont összejön a másfél óra. Figyeled, hogy Charlie megpróbálja sútyiban ki erőszakolni belőlem, úgyhogy észre se vegyem, amit az előbb. <laughs> mond fel újra, mond fel újra. Hát ez nem a Mond fel újra, beszámolót kértünk tőled, beszámolót kért a podcast, erről ezt beszéltük, volt. úgyhogy mesél, milyen volt a. Megérkezésettől számítva egészen a film végéig. Jó volt. Krisztán. Bővebben? Bővebben, igen. Nagyon jó. Elnézés, az magas labda volt. Fú, hát. Hol kezdjem, hol kezdjem? Hol... A személyes élményeket kihagyom meg az utazással kapcsolatos dolgokat, mert az így most már nem érdekel senkit, az menet közben érdekes volt. Majdnem sikerült elkésnem a Premierről, mert a Kultúrpalota. Egy ilyen, egy ilyen, elképesztően óriási, fél ligetnyi ö, épületkomplexust képzeljetek el, aminek a vég közepén van egy ilyen bazi nagy torony órával, és ö, mindenfelé szétágazik, és az egyikben múzeumban, a másikban a mozi részleg, tehát tényleg egy ilyen óriási nagy alapterületű valami, és ö, én meg a rossz oldalán kötöttem ki. Úgyhogy akkor ott még nagy nehezen keresgélnem kellett a mozit is, de meg lett a mozi becsekkoltam, volt még hely is, egy kicsit nehezen találtam helyet, mert az egyik oldala a az üléseknek a szinte végig foglalt, 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 foglalt táblával volt ellátva, de aztán sikerült helyet találnom magamnak, senkit nem ismertem ott a környéken, ahogy körbenéztem, de nem is igazán érdekelt senkit, mert jött az elsötétítés, és kezdődött a film. Hát a film első, közel majdnem első fél órája, az szinte kizárólag a, a dohányipar történelmével, és a dohányipar mindenféle kis kutatás hamisításaival és szerecsem kezdődik, hogy így kontextusba helyezze a dolgokat sokan írtak már róla kritikát, és, és ezt így kifogásolták. Amikor nézték, akkor szinte mindenki kifogásolta, és én is néztem ki a fejemből, hogy mindig dohányzás, mindig dohányzás, mikor lesz már elcigi. És aztán az egész kép ismeretében kiderül, hogy kellett ez, mert, mert nagyon masszívan megalapozta a, a, a sztorit és a párhuzamokat a későbbiekben a filmben szinte végig folyamatosan visszatérő elemként, szereplőként, nyilatkozóként jelentkezik a Winston Man, aki ugye a Winstonnak volt a marboró menye, hogy úgy mondjam, és neki a testvére lett tüdőrákos a dohányzástól, és ez teljesen értető okokból kifordította őt a a Kitérítette őt a hitéből, és a Winston Cigaretta reklámarcából lett az egyik legmasszívabb amerikai dohányzás ellenes kampányoló emberke. Ő, ő folyamatosan visszatér és, és beszél minden föllelhető témában. És jöttek a, a, a kis tudósaink, egytől egyig Clive Bates mindenki, mindenki megszólalt, és nagyon szépen fölépítette a, a, azt a kvázi a beszámolót arról, nyilván dokumentumfilmes, ő ért én nem értek hozzá, én csak tátottam a számot, hogy maga a, a mesélés készsége hogyan bontakoztatja ki a, a, a szálakat. Nyilván nekem, mint az elektromos cigaretta és az ártalomcsökkentés népszerűsítésével foglalkozó emberkének, túl sok újdonságot a film nem mondott, de ahogy mondta, az az, az abszolút abszolút -e magával ragadó volt, és én a végén úgy éreztem, hogyha teljesen laikusként ültem volna benne, akkor most kaszát-kapát kiegyenesítenék és mennék közegészségügyi és Gyógyszeripari emberkéket hajigálni az ablakokból. Kicsit csapongok. Végigvezetik ezt az egész vonalat, hogy hogyan kezdődött az elektromos cigaretta, milyen akadályokba ütközött, hogyan alakult ki az a ma a napjainkban tapasztalható elképesztő ellentmondásos jó, nem jó, jó, nem jó, ami igazából, mint tudjuk, nem ellentmondásos, csak valakinek, valakiknek a keleténél több büdzséje van arra, hogy megpróbálja elítetni a világgal, hogy ez hogy ez nem hatásos, nem jó, és egyáltalán az ördögtől való dolog de a film az, rettentő gyönyörűen kibontakoztatja ezeket a szálakat, és az elején a dohányipar bemutatásával jön meg a, a, az az igazi brutál párhuzam, hogy, hogy szétek meg évtizedekkel később a, a közegészségügy és a, a dohányzás visszaszorításáért felelős szervezetek pont ugyanazt csinálják, mint annak idején a dohányipar. Hamisítanak, szerecsen mosdatnak, trükköznek a számokkal azért, hogy az ő profitjuk és megéletésük megmaradjon. És spoilerezni semmiképpen nem szeretnék, mert hát ugye előbb-utóbb csak eljut hozzánk is a, a, film, de hogy, de ugye a végén egy nagyon gyönyörű befejezéssel zárja a filmet Aaron, és, és tényleg elgondolkodtató, rettenet, nagyon. Tehát mondom, nekem, aki igazándiból tényleg nap mint nap valamennyit foglalkozom ezzel a, a, a témával, a, 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 mélyebb, szarozósabb részeivel is, engem rettenetesen megérintett a film, és ez az Úristen, ezt mindenkinek látnia kell. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon vad volt. A, az előadás után, illetve a premier után kérdeztük Elront, hogy miért csak a gyógyszeripar érdekeinek az egyik felét vette górcső alá. Tehát ugye, mint tudjuk, igazából az egésznek a kisebbik szelete az az, ami a nikotinpótló terápiás eszközöknek konkurenciát jelentő elektromos cigaretta, ez a kisebbik szelete a tortának, és hogy jóval nagyobb pénz van igazándiból a dohányzás okozta megbetegedések kezelésében, és az azzal kapcsolatos egyéb költések kapcsán. És azt mondta Ejárom, hogy az a baj ezzel, hogy nyilván nem hülye, elég sokat kapirgálta a témát, tehát ő is látja a háttérben meghúzódó dolgokat, viszont azt nagyon-nagyon-nagyon nehéz bizonyítani. És ha ezt is belevette volna, és ezen az oldalon is elindul, akkor a média, a filmet megnézők nagy többsége rásütötte volna, hogy habókos összeesküvés elmélet ezt nem lehet bizonyítani. A másik felét viszont, és igazándiból önmagában már az is eléggé egyértelművé teszi a holmikat, kivált kép, amikor amikor számszerűsíti, Amerikaiként számszerűsíti, ugye, hogy a, a nagy perenkívüli megegyezés annak idején a, a, a dohánygyártókkal állami szinten annak következtében hány milliárd dolláros megállapodások születtek az állam és a, a, a dohányipar között. Ugye ez arról szólt annak idején, hogy amikor kiderült, hogy a cigaretta mégis tüdőrákot okoz a dohányipar minden állítása ellenére, és hogy megpróbálták el titkolni ezeket az általuk akkor már nagyon jól ismert tényeket, akkor Amerikához méltóan boldog- boldogtalan elkezdte beperelni őket, és hát rettenetesen vesztésre álltak, és ezért egy állami peren kívüli megegyezést kötöttek az Egyesült Államok kormányával, akik azt mondták, hogy jó, akkor évente ennyi és ennyi pénzt fizettek nekünk, amit mi bármire felhasználhatunk, és akkor nem lesz a, a dohányzás okozta megbetegedések miatt perelhető egyetlen bíróságon sem a, a, a dohányipar egyetlen cége sem. És hát ez akkor, ha jól emlékszem, másfél milliárd dolláros tételről van szó, de most nincs előttem pontosan. Hogy ez egy irgalmatlan mennyiségű pénz, amit egyesek már jó előre elköltöttek, felelősségteljes politikushoz méltóan tapsolják el mindenfelé, tehát nagyon komoly pénzekről van szó, így ott igazándiból nem is nagyon érdeke a, a dohányzást érdemben visszaszorítani senkinek, aki ezzel foglalkozik, vagy ez a húsos fazékhoz közel van. Úgyhogy ez már eléggé masszívan megalapozta, és majdnem elfeledkeztem arról a nagyon érdekes párhuzamot vont az annó az Egyesült Államokbeli beli szereplőivel, hogy az ellenségem ellensége a barátom című történet. Ugye kiderült, hogy a, a és a, illetve az illegális italmérések e, tulajdonosai, és az alkoholfogyasztás betiltásáért kampányoló e, puritánok, ott igazából kikötöttek egymás mellett, mert baromira élvezték a, a, a jó helyen lévő illegális szeszárudák tulajai, hogy a konkurenciájukat egész egyszerűen kinyírják a kocsmák bezáratásával. Az úgynevezett prédikátorok, tehát bootleggers and preachersként határozta meg a filmben őket Aaron, és, és nagyon szépen bemutatta, hogy, hogy ö, alapvetően ma is ez van, hogy a az illegális ö, italmérések esetünkben most a dohánycégek, a prédikátorok és a, a, a betiltásért kampányoló emberkék, azok ugye az elektromos cigaretta hangos-hangos és betiltásaért kampányoló ellenzői, és hogy teljesen vicces módon igazándiból a, a, a dohányipar malmára hajtják a vizet ezzel az egész sipákolással, és az őket szemlátomás nem zavarja valamiért, úgyhogy baromi elgondolkodtató volt a, a, a film, Iszonyatosan, nagyon-nagyon jó volt. Na, minden esetre Aaron ezt mondta, hogy így lehetett igazából a film integritát, integritását és, és, és beleköthetetlenségét biztosítani, hogy a témának azon felét nem, nem karcolta meg, hanem ezekre a, a, a dolgokra szorítkozott kizárólag. De hát így is elment hamar az a másfél óra. Brutálisan, brutálisan Szerintem brutálisan jól sikerült alkotás. Alig várom, hogy valami úton módon elhozhassuk a magyar közönségnek. Van rá remény egyébként, hogy Magyarországon bemutatásra kerül ez a film? Hát figyelj, azt tudjuk, hogy Gondolom a nem a csapatak... demjénék fogják berendelni ezt szinte. Persze, biztonság. ez ha valaki bemutatja Magyarországon, ennek nekünk kell lenni hogy ennek a finanszírozását hogyan tudjuk megoldani, hogy jegyek lesznek, közösségi finanszírozás, akármi, bármi, nem tudom, hogy ennek milyen költségvonzata lenne, nyilvánvalóan egy igényesebb helyet, hogyha szkultúráltan, premierként, sajtótájékoztatóval, stb. akarjuk megoldani, akkor egy normális helyet ki kell bérelni bla 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 minimum feliratozni kell a filmet, amit így társadalmi munkával azért csak-csak összehozunk, tehát nem ez a, a, a költség a, a, a dologban, de hogy ez egy baromi nagy munka és baromi nagy szervezés lenne, de ha ezt mi nem csináljuk meg, akkor igazából senki nem fogja ezt ide elhozni, maximum tíz év múlva lenyomja a National Geographic este tíz órakor. Annyira tehát, nem nagy meló egyébként. A, annyira nem nagy meló egyébként maga a, a moziba helyezés utáni része, mert, mert egy csomó moz, most kisebb mozit akartam mondani, de hát nem, mert például a sugármoziban is lehet ilyet. Tehát mi mentünk úgy kollégákkal, komplet egész napra kibéreltünk mozitermet, hogy a kollégákkal csináltunk ott Star Wars maratont, és akkor azt mondtuk, hogy Star Wars 1-től Star Wars 6-ig az összeset egy húzamba meg akarjuk nézni, és kibéreltük a mozitermet, is. nem kell nagy uh -huh. pénzekre gondolni. Hát az én lelki személyem előtt azért egy ilyen uráni a ott nyilván Na, a 460 férőhelyes helyes aranyfüstös. Az tiszta sor, csak, csak egy sugármozi, nagy terem sem sokkal másabb, mint az. A technika ott is ugyanaz. Persze, de digitális... a sajtótájékoztató, ott van színpad is, tehát a, színpad és a vetítő Jó, Krisztián, elvesztel a Na. részletekbe. Tehát amit mondtam, hogy, 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 ezek a mozik már rájöttek arra, nem is mozit, hanem inkább az üzemben tartók, hogy, hogy ilyen kis csoportos vetítéseket is be kell vinni, és meg voltam róla győződve, hogy itt az meg föl kell szorozni ezerrel, mit tudom is én az ottani székszámokat. Nem, á, közel nincs hozzá. Közel nincs Jó, faszát. hát én nyilván egyrészt hatása alatt vagyok még magának a filmnek, magának a varsónak, úgyhogy ha így én ilyen csúcs dolgokba tudok momentán csak gondolkodni. Krisztián, ja, hát én sem tud, ismersz, nem tudok szarban Persze, gondolkozni. Persze, nem, nem gurít a szarra, nyilván. Hogy, hogy, hogy ezt nagyon faszán meg tudjuk mit csinálni, és szerintem itt a, ez a része, ez nem, nem lesz olyan olyan költséggyilkos, mint a, Amire számítunk, egyébként az összes többi szírszarra biztos, hogy, hogy peregni fog a, a, a pénz, tehát a, a, akár csak bereklámozni ezt az egészet, meg embereket hívni, meg mondjuk az első sort szabaddá tenni a prominens ánusz barátoknak. És mennyire arról volt, van valami, hogy mondjuk egy vetítésre, mi pénz ö, ezt a filmet megkapni? Nem, nem, nem. Ilyesmit nem kérdezgettem Erontól. Nem tudom igazából. Tehát ö, az nem derült ki számomra, hogy ö, ennek biztos, hogy valamiféle extra költsége biztos, hogy van. Gondolom én, de aztán igazából lehet, hogy nem. Ö, mivel, hogy nekik marketing büdzséjük tényleg nincsen arra, hogy ezt elvigyék a világ minden sarkába, ezért alapvetően dokumentumfilmfesztiválokban utaznak momentán és azokra próbálják kihegyezni. Én azt néztem, hogy lesz most idén ősszel Budapesten egy dokumentumfilmfesztivál, de arra lezárult a nevezés például áprilisban. Hogy olyanokban is gondolkozik Aaron, hogy mozikban vetítetni, tehát aki megteheti, hogy mondjuk pár hétig menjen a mozikban, akkor olyasmi. De maga egy ilyen premiér szerintem igazából neki presztis kérdés is, úgyhogy Tényeket nem tudok mondani. Nem tudom, megkérdezem tőle. Hát figyelj, szerintem egyébként a legnagyobb kiadás az egészben az lenne, hogy a uh, Jennifer t megéront ide repültetni. Úgyhogy. Uh, úgyhogy ennyit. Hát tudok. akkor akarjuk nyomni, akkor a videó bejelentkezés az hát, elején. De, de, de nyilván illik nem ide repültetni. Természetesen. Természetesen. Hát, ha... Ö, az biztos, hogy az első lépés ez az egész, az az, hogy megcsináljuk a magyar Facebook oldalát az egésznek. Én írtam ugye a csapatnak, ezt már a múlt héten is mondtuk, és beszéltem is róla elronnal csak hát ugye az van, hogy repkednek, mint gólyafos a levegőben momentán, úgyhogy köpni-nyelni nincsen idejük, és és amint lesz idő, akkor fölveszük a fonalat, mert hogy mielőtt időt és energiát áldoznának arra, hogy megpróbálják a, a vetítést valamelyik adott országba elvinni egy adott nyelven, vagy felirat, vagy akár szinkron, vagy bármi más formájában eh, számokat szeretnének látni, hogy egyáltalán ténylegesen van érdeklődés, és nem három <laughs> hülye a mikrofon mögött eh, veri magát, hogy, hogy elhozhassák. Tehát meg kell csinálni a magyar nyelvű Facebook oldalt, azt nyilván lájkolgatni kell az embereknek, meg kell írni, magyarítani a híreket vele kapcsolatban, stb. Tehát egy kis kampányt csinálni az egésznek előre, és amikor látják, hogy tényleg van annyi érdeklődés, hogy ne lebőgés legyen a, a premierből, hanem, hanem valami teltházas valami is lehet, gondolom akkor lehet érdemben beszélni erről a dologról. Én ezt így látom. Én pénzügyekről ott ennyire előre szaladva nem akartam kérdezgetni. Jó, hát nekem van, van ismerősöm, aki már már több tíz éve mozigépészként tevékenykedik, és járkál egyik pesti mozitól a, a, a másikig, akkor én fölvettem vettem már vele ez ügyben a kapcsolatot, de még akkor ráerősítek, hogy, hogy egyáltalán nem tudom, hogy, hogy ez melyik mozi hálózathoz tartozik, de majd akkor ő azt faszázza ki, és, és mondja, hogy, hogy mi, hogy mennyi. Uh -huh aztán tovább tudunk lépni akkor, hogy, hogy... Hát meg ugye azt kéne, azt még nem sikerült kideríteni, hogy, hogy most akkor hogy van a feliratozás hallás alapján, vagy transzkript van, vagy, vagy mi a túró van. Jóval meggyorsítaná egyébként a folyamatot, ha lenne nekik egy időzített feliratfájljuk. Persze, hát azon gyönyörűen végig lehet szaladni, és nem az van, mint mondjuk a bécsi fordítgatásokkal, hogy egy 20 perces valamit négy óráig fordít az ember, mert azon tényleg csak végig kell szaladni, és nem kell se időzíteni, se szöttyögni. Nyilván valamit időzíteni, meg tördelni kell, mert ez ilyen biznisz, de, de lényegesen meggyorsítaná. Figyelj, én bombázgatom őt, ö nézegetem most, hogy merre járnak, most Varsó után beütött nekik egy Ázsia, ugye nem akarok annyira előre szaladni a beszámolóval, de lesz egy párhuzamosan a, a, a COP héttel, a VAO dohányzás visszaszorítós konferenciájával, párhuzamosan lesz egy bazi nagy ártalomcsökkentő konferencia ott Delhi-ben megtartva, és ott lesz egy bemutató is a filmmel, úgyhogy most azt láttam, hogy Varsóból meglepetésszerűen átrucszantak Ázsiába, úgyhogy rohangálnak, mint a mérgezett egér. Azt tudom mesélni még egyébként, hogy, hogy Varsóban is nagyon természetesek és kedvesek voltak, és, és nyilván mindenki a tenyerén hordozta őket alapvetően, de, de hogy tök jó fejek voltak, ott vegyültek a tömeggel, a második este pont arra sétafikáltak, és odajöttek köszönni, váltani néhány szót, tehát hogy így tök jól be, beilleszkedtek ott a, 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 az őrült gőzlértársaságba. De hogy igen, ezt, ezt ütni kéne, és hát most, hogy egy kéthetes vetítést szervezni, az nagyon előre szaladás, igazából először tényleg a sajtónak, az illetékeseknek, stb. stb. tudjunk tartani egy, meg hát nyilván magunknak is, ha az elcegis közönségnek tudjunk tartani egy, egy, egy igényes, tisztességes bemutatót. Üssük a vasat, aztán, aztán valahogy lesz. Ez lett volna a nulladik nap. Na és mi volt másnap? Másnap kérlek szépen, ö, megint majdnem elkéstem, illetve egy pár percet késtem is a... De érdekes, Charlie! Ugye, 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 sok... igazából a 30 éve gyakorló késő vagyok, úgyhogy ezt bármikor meg tudom csinálni. Varsóban az volt a gebasz, hogy egy kicsit Google Maps-en nézve minden olyan egyszerűnek tűnik, és Varsóban basszus szopatják a gyalogosokat. Tehát így az út kellős közepén, hosszanti irányban, amerre megy a villamos, még az útkereszteződésnél is, ilyen mellékutcáknál lekerítésezve a közepe, hogy nehogy átmenjél, állandóan ilyenekbe ütközöl, hogy ilyen háztömnyi mennyiségeket kell kerülnöd, vagy aluljárót vadászni, és nyilván helyismeret nélkül ez egy kicsit nehéz. Úgyhogy, Tíz perc alatt ott vagyok, a frász még 20 perc múlva is háztömböket kerülgettem a merriott felé, úgyhogy egy kicsit nehézkes volt, de megérkeztem, és uh, ugye mi a, az Egyesületek, uh, Európai Egyesületek képviselői, illetve úgy alapvetően a, a, az Egyesületek uh, és civil szervezetek képviselői uh, egy külön harmadik párhuzamos uh, előadáson és eseményen kezdtünk, ezzel kezdődött számunkra a konferencia. Én egész más valamire számítottam, én azt hittem, hogy majd ott egy nagy asztal körül leülünk, és akkor mindenki kap valami kis szót, és akkor elmondhatjuk, hogy kinek milyen ötletei vannak. Paromira nem így volt. Sose voltam még konferencián, úgyhogy nem tudtam, hogy mire is számít, csak minden esetre meglepődtem. Fönn volt négy szakértő a kis emelvényen, és alapvetően ők vezették végig a, a, az egész sztorit, mindegyiknek volt valamilyen szempontból a, a témához egy ilyen kis 10-15 perces mondani valója, ilyen kis gondolatindítónak, és aztán ott volt az ártalomcsökkentési tapasztalatoktól kezdve a, a WHO belső működési mechanizmusain át, Clive Bates a szabályozásokról, tehát ilyen nagyon durván megadták a módját, hogy, hogy ne csak kukán üljünk ott, hanem, hanem beindítsák a kerekeket a fejünkbe, és hát utána akkor elkezdődött a beszélgetés arról, hogy, hogy hogyan is tovább mit csináljunk. Igazából arra lukadtunk ki, hogy az egyetlen kerékütője annak, hogy legyen egy összefogó európai vagy egy összefogó világszintű kvázi szövetség vagy egy hivatalos szerv, ami, ami képviseli az összes kisebb helyi egyesületet, ennek annyi a kerék kötője, hogy egy ember találni, aki vállalja az ezzel járó munkákat, mert aztán ezt így tényleg vagy egy kontinentális, vagy egy világszinten képviselni, egyrészt annak az embernek mindenki által nagyon tisztelt, elfogadott emberkének kell lennie, mint például egy Dave Dorn, vagy nem tudom én, és az sem árt, hogyha mondjuk a saját országán túl is ismert valamilyen szinten, és hát irgalmatlan mennyiségű energia befektetés a részéről, hogy akkor ezt, ezt tényleg csinálja, fogja össze, kommunikáljon, koordináljon, menjen, jöjjön, és hogy, hogy Európában az evun kapcsolatban igazából ezen húzódtak be a fékek, és ezen aludtak el a dolgok, hogy nem volt meg ez az ember, aki ezt föl tudta volna vállalni. És most sem egyszerűbb a helyzet, momentán sincsen erre a posztra jelöltünk, úgyhogy alapvetően abba az irányba indultunk el, mert az is elhangzott, hogy, hogy kell-e egyáltalán egy nagyon hivatalos szervezet, vagy kitalálunk magunknak egy nevet. Ott volt elhangzottak olyan tanácsok is a. Az okosok a színpadon részéről, hogy van az a lélektani határ, amikor, amin túl lehet szervezni, és akkor igazából már sokkal inkább a hierarhiával, és nem azzal vagyunk elfoglalva, amivel kéne. Tehát, hogy igazából az sem biztos, hogy, hogy hülyeség, hogyha kitalálunk magunknak egy nevet, mindenki rábólint, hogy Juhé, és igazából csak egy ilyen esernyő nevet teszünk az egész fölé, és, és nagyon szorosan kommunikálnak együtt azok, akik, akik ott vannak, és, és, és ezzel kellő rendszerességgel foglalkoznak. Úgyhogy egyelőre egy ilyen irányba indultunk el, megbeszéltük, hogy Európában újraélesztjük a, az EVUN-nak a, a fórumát az európai szintérre, illetve elhangzottak ott mindenféle tippek, hogy áthihetnénk akár a Google alkalmazások platformjára is ezt az egész dolgot. Hát ezek után de, a mindegyik... Google-höz semmit ne vigyetek, mert a picsába Igen, a, lett google, a google hoz nem, mert, mert végünk lesz, mint a botnak, de hogy ilyen infrastruktúrális technikai kérdések is fölmerült, de de lényeg a lényeg, hogy első lépésként fölélesztjük újra az Evun-t és induljon meg a rendszeres aktív párbeszéd és az információ folyam a, az egyes európai államok, és akkor itt nem csak az eu gondolva, hanem akkor Svájc és Skandináviából a nem EU tagok, stb. 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 Tehát tényleg ez így legyen meg. Illetőleg Dave Dorn mondta, hogy akkor ők egy ilyen kommunikációs online valamit meg a hónap végéig összerántanak, ami meg a a, globális kommunikációt segíteni elő. A Luc ő javasolta, hogy ő ezt már régebben is javasolta, csak ugye, hogy elült a, a, por az EU-n körül, meg ahogy ott az Fi után egy kicsit mindenki elkezdett a saját házatájával foglalkozni a közelgő TPD miatt, hogy egyrészt egy rendszeres, valamilyen szintű személyes találkozót csinálni, mondjuk erre a Varsó speciál teljesen jó, de hogy rendszeresen két-három havonta egy ilyen nagy videokonferenciát az emberkék között, hogy egyrészt maradjon meg a személytelen online kapcsolat mellett valamilyen szinten a vizuális kapcsolat is, meg hogy tényleg maradjunk, mert Varsóban rettentő jó volt, hogy nagyon elkezdtünk beszélgetni, és hogy ezt a, ezt a sodrást, ezt a lelkesedést és ezt a fajta pörgést tartsuk életben. Ez, 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 volt az igazándiból, amire Amire ott kilukadtunk, kiderült az is, hogy három óra egy ilyen lélegzetvételű megbeszéléshez édes kevés, tehát igazából, ha egész napra oda lettünk volna bezárva egy terembe, akkor is végre tudtuk volna beszélni a, 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 dolgokat, vagy az egész napot beszélgetésre tudtuk volna tölteni, meg agyalásokról, meg brainstormingról, hogy hogyan, mit, merre, miért, Kiemelték néhányan, hogy nyilván az egyes országok közötti kulturális különbségek adottak, de hogy a, a, és ami egyik stratégia működik az egyik lakosság körében, az lehet, hogy nem fog működni a másikba. De hogy azok a dolgok, amiket a saját országhatárainkon belül ö, megpróbálkozunk vele, és működnek, vagy akkor is, ha nem működnek, akkor ezeket megosztani, hogy, hogy ne fussunk fölöslegesen többször neki ugyanannak a, a, a falnak, csak más-más országban, illetőleg, hogyha mondjuk jön egy nagy és valaki nagyon masszívan elkezd foglalkozni, akkor ne legyen az, hogy valaki egymást után kívül hárman kezdünk el párhuzamosan dolgozni rajta. Tehát egy ilyen munka megosztás is alakuljon ki a, a dolgokkal kapcsolatban. Ilyenekről beszélgettünk, illetve ugye ott szökkent szárba ez az egész, egész premier és ártalom csökkentősdi holmi delhibe a WHO dohányzás visszaszorítós konferenciájára illetően az egyébként nagyon-nagyon sokkoló volt, hogy Luke Vendél megsúgta David Dornnak, hogy valami ilyesmit kéne csinálni, David Dorn fölállt és elmondta, hogy az van, hogy elhangzott, hogy ilyesmit kéne csinálni, ne tököljünk, mondjuk azt, hogy akkor november még messze van, mondjuk azt, hogy ezt megcsináljuk nagy hatalmas taps, fölállt a Reason Foundation-től egy figura és mondta, hogy hát igazából mi ott már szervezünk egy ilyen kisebb ártalomcsökkentési konferenciát, és már lefoglaltuk a helyeket is, úgyhogy osztozzunk meg rajta, és akkor, akkor vonjuk össze az erőinket. Aztán Dave Dorn eltűnt a kávészünetbe, visszajött a kávészünetről közölte, hogy beszélt Stefan Didakkal, úgyhogy a, 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 a szponzoráció, tehát a, a finanszírozási kérdések is le vannak beszélve, megvan a pénz az egészre. És akkor így ö, nem telt el tíz perc, és ezek itt hárman-négyen lezongorázták, hogy jól van, akkor egy ilyen full extrás, nagyon durva Billion Likes Premierrel egybekötött csökkentő konferencia Delhibe, a WHO szomszédságába, oda az orra alá, szevasztok. Úgyhogy csak pislogtam, hogy oké, okay, rendben, ez így kemény volt. Úgyhogy nagyjából ilyesmiről beszélgettünk. Egyébként így most néhány nappal később el tudom mondani, hogy nyilván sok idő még nem telt el, de hogy pörög, pörög az Evun fórum, pörög az Evunnak a Facebookos oldala. Nyilván ezen az is lendített, hogy Farszalinos Doki tegnap bedobott egy ilyen segítségkérést az összes Európai Egyesületnek, és akkor az még jobban fölbojdította a mékast, de hogy, hogy még azok is, akik nagyon régóta nem voltak aktívak, ők is elő-előbb bújnak a kis kavicsuk alól, és, és nagyon e, tehát ilyen brutális motivációval ért mindenki haza, nagyon-nagyon-nagyon úgy látszik. Úgyhogy megy a pörgés európai szinten. Bú. Ez lett volna az első nap első fele igazából. Nem nézted Kérdés, az órát? Bármi. Nem nézted az órát? Miért? Hát azért, mert fél órát határoztunk meg minden napra, te az első fél napra egy fél órát. Nem baj, Jó, haladjunk de ez sűrű volt, a többi az pörcsisebb lesz, ígérem. Mert hogy és hát akkor még a, és akkor még a, a monitor, ti is hagytad van. az első napból, igaz? Igen, igen, igen. Azt ki is hagytam. Az jó volt ez a bejelentkezés. Hát ilyen. Még nem mertem visszalézni, de mindjárt eljutok majd oda is. Előbb-utóbb. Jó pofa volt egyébként, tehát... A legtöbb ember másképp néz ki élőben, mint a Facebook meg a Twitter profiljáról. Úgyhogy én egy kicsit meg voltam ott lőve. Egyébként nem, ezt még elmesélem. A premier után battyogok ki egyedül a vetítésről. Jó van, Farsalino, Doki, Clive Bécz, Dave Dorn, Jacques Lausier. Most ezekhez a nagy nem fogok oda most így, hogy hello, mit csinálsz este? Mi az Isten lesz itt velem egész este? és Kilépek, kit látok, Stefan Wölflingert, az Osztrák Egyesület vezetőjét. Ha mondom, nézd már, Stefan, szia! Te is itt? Igen. Egyedül? Na hát én is. És akkor onnantól kezdve ott hogy jó, van, akkor ketten kolbászolunk és haverkodunk. Ő ugye ismerte a német egyesületi képviselőt, aki ismerte a franciát, aki ismerte az angolokat, és aztán egy ilyen fél óra leforgása alatt ilyen full páneurópai, elcigi találkozó alakultott ki, és körülött, miatt ilyen kis sejtekbe tömörülve beszélgettünk, körülöttünk meg az igazi durva elcegi és tudósok így. Itt is egy pár szó, ott is egy pár szó, nagyon-nagyon-nagyon klassz volt, úgyhogy hamar, hamar összekovácsolódott a társaság. Nyilván a többiek kicsit előnybe voltak, mert nekik ez már a harmadik év volt, Stefánnak is, meg nekem is az első év, úgyhogy nevében nem tudok nyilatkozni, de én biztos, hogy egy kicsit meg voltam szeppenve ott volt elsőre, meg még másodikra is hogy ilyen, ilyen, de nem akarom húzni az első nappal, illetve a nulladik nappal a, a, az időt még. Most már hát ittam egy kortyot. Hát <laughs> a dramaturgiai a... fordulata Krisztiánnal. <laughs> uh, ezt követően ugye elindult a, 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 a nyitóülés, és David Sweenor uh, megnyitotta a, az egészet, az egész konferenciát, a fiatal nyomozó az év fiatal elcigi nyomozó díját kiosztották dr. Christopher Russellnek, ez annak jár, aki az elektromos cigaretta kutatás területén valami kiemelkedőt alkot, és hát ugye idézőjelben nem negatív értelemben zöldfülűnek kell lenni ezen a területen, tehát mondjuk nem egy farszalinos fogja megkapni, aki a századik kísérletén és tanulmányán túl van, hanem tényleg a frissen érkezett új, új fiatal arcoknak ítélik ezeket oda. Aztán ö, jött utána a Michael Russell Memorial Oration. Tehát igazából egy ilyen megemlékezés Michael Russell professzorról, aki ugye igazából az egész dohányzás általomcsökkentés csökkentés megalapozója volt, és az ő nevéhez fűződik a, a nikotinért dohányoznak az emberek, de a kátrányba halnak vele című örökérvényű, zseniális megállapítás. Róla beszélt, aki még életében találkozott vele, Mariva Glower, doktornő, vagy professzornő, itt a titulusok nincsenek ideírva, és fejből nem köpöm őket, és a névjegykártyák sincsenek, vagy a biografik sincsenek így itt előttem. Ő volt ez a nagyon kedves, Maori származású hölgy aki a Michael Russell emlékbeszélgetést követően a benszülött nők körében tapasztalatú jóval rosszabb dohányzási mutatókról tartott egy érdekes előadást, aztán ezzel kapcsolatban Amélie Howard és Donna Derville jött, és megmondom őszintén, Amelie Howard, azt tudom, hogy az ercigi szociális kutatásáról beszélt, Donna Dervillera így fejből nem emlékszem, és kicsit kompakt itt a dolog. Nem mondtam Csáro, hogy ez így nehéz lesz kultfőből, így néhány nappal később a jegyzetek, meg minden egyéb hiányában visszamondani a dolgokat. De én úgy voltam ott igazából, hogy a a, még a kevésbé érdekfeszítő előadásokra is úgy néztem föl a színpadra, mint a, a, a szegény gyerek a, a, az édességbolt kirakatába, hogy uh, 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 mekkora flash itt vagyok. De mondom akkor tovább, mert a következő emberke, akire nagyon-nagyon emlékszem, az Konstantinos Farsalinos doktor volt és ő az elektromos cigaretták különféle mérgezőségi profiljáról állított föl, hogy mutatott be szlájdokat, és ami a leginkább megragadott az ő előadásából, az ugye az a 62 éves öregnek a, 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 a története volt aki egy uh, uh, nyugdíjas hajógépész uh, Görögországból ifjúkora óta, de ez most így uh, még uh, Jékei Andris megosztotta azt a szlájdot, é én meg lefordítottam septiben, hogy hogy miről is van szó. Egy 62 éves uh, úrról van szó, aki COPD beteg volt, uh, túlélt egy hangszárrákot, ifjúkora óta dohányzott, napi 3-4 dobozzal uh, füstölt, és COPD betegséget kapott nem hagyta abba, tovább dohányzott a hangszárák műtétje után is, kapott egy állapotsúlyos bodást a COPD-re, kórházba vitték, ahonnan aztán kitették a szűrét, mert ott is tovább dohányzott, úgyhogy hazaküldték, és napi 18 órás oxigénterápiával kellett engednie az életét, az otthonát se tudta elhagyni, stb. stb. Korábban ő megpróbálkozott egy második generációs elcigis elektromos cigivel, nem segített neki és otthon szenvedett, mint a, a, a rosszabb megpróbált, beszerzett egy harmadik generációs eszközt, egy nap múlva nem dohányzott, egy, egy hónap múlva a az oxigénterápiát brutálisan sokat javult az állapota, kimozdulhatott végre otthonról, és robogóval jár kell a városban, téríti a rokonait és az ismerőseit, dohányos rokonait és ismerőseit, hogy elcigizzenek ők is, mert működik, és, és azt a nagyon durva kérdést tette föl a doktor, hogy talán neki is kellett volna húsz évet várnia az egészségügyre, mire Megtalálják a megfelelő bizonyítékokat, hogy eldöntsék, hogy mit is akarnak mondani az elektromos cigarettáról, vagy sem. Az úrnak nem lett volna húsz éve, hogy békében és türelemben kivárja. Most döntött az csökkentés mellett, és brutálisan megváltozott az élete, és rendbe tette. Nagyon, nagyon kis szívbemarkoló story volt. Utána Linda Bold professzor jött, aki rettenetesen megkritizálta a, a nagyon szar kérdéseket föltevő kutatásokat, kivált a a fiatalkorúak dohányzás és elcigaretta használati szokásainak berkeiből hozott brutálisan szar kérdéseket, és tök érdekes volt nézni, hogy amiket ő így szar kérdésként apostrofál, pont azokat olvashatjuk vissza a, a nefi felméréseiben is, és aztán utána felsorakoztatta az ő tanulmányát, mert ugye ezek az a probléma, hogy úgy tűnik, mintha kérdeznének valamit, de megfelelő oksági és okozati láncolati összefüggésben ezek a kérdések nincsenek egymással, aztán mégis megpróbálnak valami számot kihozni belőle, és már köze nincs az egésznek semmihez, és kijön a végén egy szám, és tiszta asra ez az egész, és, és semmire nem jó azon kívül, hogy, hogy csak számok röpködnek a levegőben, és akkor demonstrálta ezzel szemben az ő felmérését. Most a pontos kérdésekre nem emlékszem, de mint említettem a szlájdok már elérhetőek a Globál Fórumon Nikotin weboldalán, úgyhogy mindenki megnézheti magának, hogy hogyan lehet értelmesen fölépíteni egy ilyen kérdéssorozatot, amiből aztán konklúziót is le lehet vonni a valódi felhasználói szokásokról. Azt mondja... Ennek McNeill jött és az angliai legutolsó népességi, népességbeli elektromos használat felmérésekről mutatott be szlájdokat, aztán pedig Carlund professzor jött Norvégiából, és a Norvégiában a snüsz-fogyasztással összefüggő lakossági egészségmutatókat és dohányfogyasztást és a többi alakulását vesészte ki. Ezután, ezután, vége volt a napnak, és ott a kis pamlagokon meg mindeneken le lehetett ülni, beszélgetni, ismerkedni, enni, inni. Ez volt igazából az első nap, röviden és tömören. Kérdés? Bármi? Ne, mondjat Krisztem, én, én elhallgatlak hónap reggelig, tehát nekem érdekesnek tűnik. Fú, nagyon érdekes volt egyébként, tényleg. Tehát én, én szívesen mondanék személyes élményeket is, vagy hogy személyes benyomásokat, de Csáli kipréseli belőlem a robotot. mondjad, mondjad mi történt ott, ez, persze. Ez is. ki én, a úgy, faszom akkor... mondta most. Tehát ne forgasd meg ki a szavaimat. Csak azt mondtam, hogy néha nézd az órát is, és, és ennyi, hogy beleférjünk hát a két Charlie, órába. A ki, a kinyitom ja, hát, a számot, megáll ja, az idő. Persze, tudom, ismerem. Megáll az idő, lekéssük a villamost. Vetítés közben érünk oda, na mondjad, harmadik nap? Vagy hogy szokták ezt mondani, Fifika? És lőn sötétség, és lőn világosság, a harmadik rögtés. nap. Hát ez a második napnak nevezném, mert a hivatalosan a konferenciának ez volt a második napja, nulladik napként apostrofálnám a, a, a premiért. Úgyhogy ez volt a második befejező nap. Reggel indítottunk Bernabé Page-el Angliából, aki azt elemezgette, hogy a, a harmonizációt, harmonizáció célját kitűző dohánytermék direktíva miféle káoszt okozott különféle területeken az EU-ban. a, a távértékesítés betiltása, határokon átívelő dohányzásnak kezelik-e, stb. stb. Tehát azok, ami igazándiból a, a, a tagállamok hatáskörére lett bízva, hogy oldják meg, teljes káosz, ami az Európai Unióban van. Úgyhogy gyönyörűen kis szlájdokkal és ilyen kis színes térképekkel végig mutogatta, hogy, hogy ez, ez minden, csak nem harmónia. Aztán Julian Morris Jött a rizm alapítványtól, és ő azt feszegette, hogy a WHO-nak a, WHO a, a dohányzás visszaszorításával foglalkozó keretegyezménye és a felek stb. 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 Tehát akik most is majd találkoznak Delhi-ben, és meg, megpróbálják, megpróbálnak beleugatni többek között az elektromos cigaretta jövőjébe is a WHO-tól hogy teljesen számon és, és, teljesen átláthatatlan a működése, és hogy hozott példákat a, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a saját iránymutatásaiból, hogy hogyan is kellene működnie ezeknek az alszervezeteknek, és aztán példákkal illusztrálta, hogy a WHO és a WHO kifejezetten a WHO-nak a, a dohányzási szaszorítással foglalkozó szárnya abszolút -e, nem így működik, hogyha ha létezik a világon ilyen nagyon sznobb uh, git egylet, akkor ez ez az. És az egész onnantól uh, oda vezethető vissza, hogy a keretegyezmény 5.3-as uh, pontja kimondja azt, hogy uh, védelmet kell biztosítani a keretegyezményben uh, annak, hogy a dohány uh, ipar érdekeltségei semmilyen szinten ne befolyásolhassák a dohányzás visszaszorításának a menetét. Na és ők ezt annyira tágan értelmezik bármire, hogy mindent eként értelmeznek, befolyási kísérletnek értelmeznek, ami egy új nézőpontot, vagy az ő elképzeléseiktől eltérő nézőpontot próbál hozni ebbe az egész keretegyezménybe. Ezért nincs helye például normálisan az ártalomcsökkentésnek, mert hogy ott konszenzusnak kell lennie a megegyezésekhez, és ők most már baromi régóta, tehát képzeljétek el egy raklap Demién Tibort egy helyen, és, és ők aztán mindenben megegyeznek, és próbálják meg oda menni, és észérvekkel bármit csinálni, de már oda sem mehetsz igazából, mert ugye mindenkit kizárnak, a fel, az új tagfelvételnek is feltétele, hogy mindenki rábólincson, minden részvevő fél rábólincson, és ez el kell fogadnod a keretegyezmény összes irányelvét, köztük azokat is, amik, amik szarok és tehát így kvázi esélyt, ha, ha csak nem az ő, ő ugyanabból az emlőből szívta te is a tejet még Romulusszal, meg Rémusszal, akkor esélyed nincsen, hogy, hogy ebbe a branchba beted a lábadat, teljesen számunk éretetlen, teljesen ellentétesen működik az ENSZ irányelveivel, nagyon-nagyon-nagyon durva a dolog, viszont mesélt egy-két érdekes dolgot arról, hogy, hogy, hogy ő is arról, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, és és hogy teljesen egyébként abszolút -e megdöbbentő módon a VAU saját definíciója szerint eredetileg a keretegyezmény eredeti cikkejébe belekerült, hogy a dohányzás visszaszorításának a... a hogy is volt szó szerint... A, supply and demand kereslet, kínálat korlátozásával foglalkozó és ártalomcsökkentéssel foglalkozó dolgok, amelyek az emberek által elfogyasztott dohánytermékek mennyiségének csökkentésére, vagy a dohányfogyasztásra való teljes felhagyásra, és a dohányfüstmentes életmód kialakítására vonatkoznak. Tehát a WHO saját definíciója szerint, a dohányzás visszaszorításáért folytatott keretegyezmény saját definíciója szerint is abszolút legitim része a dohányzás visszaszorításának az ártalom csökkentés, mint stratégia, és aztán egy pár ponttal később előírják, hogy a résztvevő feleknek kötelessége ilyen stratégiákat, programokat kidolgozni, bevezetni, üzemeltetni a saját országukban, kötelező jellegű. Tehát alapvetően a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló kerete egyezménye szerint a résztvevő feleknek, tehát Magyarországnak is, plusz az egész Európai Uniónak is, meg még minden ki más, aki ebben részt vesz, az a 170 volány, vagy nem tudom hány ö ország kötelességük lenne ártalom csökkentésre alapozott dohányzás visszaszorító tevékenységet folytatni, aztán mégse folytat kvázi senki. Nagyon-nagyon érdekes, tehát ez ilyen, olyan gondolatébresztő és szemfelnyitó volt, hogy én ma hajnali hatig masszívan írtam a ihletet kaptam, úgyhogy most nagyon durván neki gyűrköztem, és befejeztem a lényegi részét az alkotmánybírósági panasznak, és, és, és abszolút tudtam meríteni a, a, a Varsóban elhangzottakból, hogy hogy, 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 masszívan érveljek, és ráadásul érveljek a WHO-val a saját hülyeségük ellen. Ez csodálatos. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes előadás volt. Utána Stefan Dida következett a Not Blowing Smoke és egyéb Egyesült Államokban lebonyolított kis kampányaival kapcsolatban, ott ugye az indította el ezt az egészet, hogy a, a kaliforniai egészség elkezdte a Still Blowing Smoke kampányát, és reklámspotokban, óriás plakátokon mindenhol az elektromos cigarettát ekészték, és hazudtak róla, hogy nem ártalom csökkent, rosszabb, semmire nem jó, stb. stb. És akkor Stefan annyira főhúzta magát, hogy elkezdte a Not Blowing Smoke kampányt, ahol egy ilyen ellenkampányt és információs felületet hozott létre, és most nem látom a jegyzeteimet, hogy milyen egyéb kampányai voltak neki, de azt tudom, hogy a No More Casualties kampányt is ő indította el, ami arról szólt, hogy egy amerikai veterán, aki elvesztette át a valamelyik ütközetben a lábait, és kerek és székkel közlekedik, és elektromos cigarettát használ. Ő lett a kampány arca, és aminek az volt a szlogenje, hogy nem akarunk a vétlen áldozatai lenni a dohányipar ellen folytatott háborútoknak és ez meg voltak hogy még mindenféle ilyen igazániból ilyen ismeretterjesztő információs kampányokat, információs anyagokat gyártanak, tehát ilyen nagyon színes, szagos, pofás cuccokat, amiket aztán lehet osztogatni, kinyomtatni, vinni jobbra-balra. Egy nagyon sikeres, nagyon komoly kis kampány kampányokról van szó. Stefan Didák volt egyébként az egyike a Három ö, emberkének, akit idén ö, kitüntettek, ö, még ugye a premier után a, az év e népszerűsítője. Ő volt az egyik a, a kampányaiért. A másik Clive Bates volt, ugye, akit nem kell bemutatni, a harmadik pedig Louis Ross volt, szintén az Egyesült Királyságból, mint Clive Bates, aki meghonosította igazándiból a brit leszokás támogató központokban az elektromos cigarettával, mint általános csökkentéssel foglalkozás tevékenységét. Úgyhogy ő lett volna Stefan Didak hármuk közül az egyik, utána pedig jött az 500 kilós gorilla Clive Bates, aki arról beszélt, hogy hogyan is kellene, hogy kinézzen egy jó észszerű szabályozás és nagyon ajánlom mindenkinek, igazából az összes szlájdot ajánlom mindenkinek a figyelmébe, de Clive Bates-nek a szabályozással kapcsolatos szlájdjait is nagyon-nagyon érdemes végignézni, a kedvencemet is előhúzta megint a kalapból, ugye a szabályozás irányelvei között szerepel az is, hogy amikor figyelembe számba veszed, hogy milyen fajta szabályozási eszközökkel élhetsz valamely esetben, akkor mindig meg kell vizsgálni annak az esetőségét is, hogy mi történik akkor hogyha nem csinálsz semmit. Erről ugye az esetünkben elfeledkeztek, és nagyon könnyedén előfordulhat, hogy speciál olyan sajátságos helyzet alakul ki, hogy mindenkinek jobbat teszel, hogyha nem csinálsz semmit, és úgy szabályozol valamit, hogy nem szabályozod, és nem nyúlsz hozzá, hagyod, hogy hadd menjen a maga útján. Azt hiszem, mindannyian nagyon boldogak lehetnénk, hogyha ez történt volna a elektromos szigaretta szabályozással, de sajnos nem ez történt. Ezután egy hatalmas kávé és teaszünet, Adódott utána következett két párhuzamos előadás következett, amit nagyon sokáig lamentáltam, mert az egyik az egyes országokban kialakult állapotokról szólt, a másik pedig a kinek a, a, a tudományának higgyünk, vagy kinek van igaza című panel beszélgetés, ami végül is emellett maradtam, és talán ez volt az egész konferenciának a legszárazabb ö, ö, szekciója, de én ezt is rettenetesen élveztem. Ö, négy emberke. Ö, Scott Lee Show professzor a Mayo clinic aki a Tobacco Regulatory Science Journal egy ilyen ö, tudományos publikációs magazinnak, és kifejezetten a dohányzás szabályozással kapcsolatos magazinnak a, a kvázi főszerkesztője, Jean-François Etter, aki ugye a Genfi Egyetem egyik kutatója, Neil Meggini, aki az Egyesült Királyságban az illegális anyagok használatát kutató központnak a professzora, illetve Chris Proctor doktor. Dr. Chris Proctor, mert ez a Proctor Doctor, ez olyan, mint valami rajszínből lépett volna előszegény, a BAT, tehát a British American Tobacco tudományos szekciójának az egyik kutatója, és az egész beszélgetés az arról szólt, hogy hogyan a, a, a dohányipar évtizedekkel előtt ezelőtti hazugságon érését követően Mennyire besértődtek a, a tudományos publikációkkal foglalkozó magazinok, amiatt, hogy igazából éveken keresztül átverte sikeresen őket a, a, a dohányipar, és lehozták a meghamisított, megmókolt kutatási eredményeket, ami egyébként, mint az is elhangzott, ez valamelyest azért az ő saruk is, mert Paromira nem ellenőrizték, hogy ezek a számok egyáltalán megállják-e a helyüket, csak hozták le, hozták le, hozták le. Úgyhogy mostanra odáig jutott a helyzet, hogy a, a, a dohányipar megpróbál visszatalálni a tudományos életbe, és nagyon durva irányelveket fektettek le azt illetően, hogy kínosan ügyelve arra, hogy teljesen áttekinthető legyen a teljes folyamat, kutatási folyamat, a módszertan teljesen áttekintető legyen, minden dokumentával legyen, bárki oda mehessen, kérdezhessen, megnézhessen. tehát egy ilyen teljesen transzparens kutatási környezetet alakítottak ki mára, hogy ne ismétlődhessen meg az a fiaskó, ami annak idején a, a, a tüdőrák meg a dohányzás káros hatásainak az eltitkolása körül folyt. És, és, és nagyon ilyen módon próbálják csinálni ezeket a, a holmikat, és ráadásul ugye elő is van írva számukra, mert az Egyesült Államokban az FDA-nek nekik rendszeresen kutatási anyagokat kell leadniuk, úgyhogy kutatniuk kell, és muszáj, muszáj már a múltból is tanulva ezt teljesen áttekintető, áttetsző módon és ellenőrizhető, és megismételhető módon csinálni. És ők ezt hiába próbálják, igazándiból oda alakult ki, vagy oda jutott a helyzet mára, hogy ezek a tudományos publikációval foglalkozó szakújságok és, és a többi, és a többi, ők a mai napig meg vannak sértődve a dohányiparra, és hogyha bármiféle olyan kutatást próbálnak lekezölni náluk, aminek köze van a, a, a dohány cégekhez, nehogy Isten még onnan is származik, zsigerből elutasítják ezt az egészet. És erről ment a, a beszélgetés ott, itt a tudósok, meg a, a publikálók publikálással foglalkozó, akik szintén elutasítják egyébként ezt a, az ilyenfajta kutatásokat. Erről ment a beszélgetés, hogy mit lehetne segíteni igazándiból a publikációs és a kutatási folyamaton, hogy, hogy újra megjelenhessenek ezek a holmik, mert hogy igazából nagyon sok olyan kutatás van, ami az ismeretek és az információ, a teljes körű hozzáférés az információ szempontjából igazából létfontosságú kutatási eredmények születnek ezekben a, a, a dohányipari kutatóközpontokban, és nem jutnak el sem a nagyközönség, sem a szakma ö, ö, asztalára, mert nem hajlandók őket lehozni. És ez volt az egyik ilyen, hogy ezen valahogy igazából változtatni kellene, mert tényleg mégiscsak adott esetben létfontosságú kutatási eredmények tűnnek el így a, a, a sűjesztőben. A másik pedig az volt, hogy, hogy nagyon durva módon, amit mondtam a még a film kapcsán is, hogy ma ezt a fajta kamuzást és, és kísérlet és kutatási eredmény hamisítást meg a, a közegészségügy és a, a, a dohányzás visszaszorításának a pénztárcája irányítja, és nem a, a, a dohánycégek. Nagyon komoly példákat is hoztak föl arra, hogy hogy ez teljesen úgy működik, hogy az FDA-nél van egy keret, és azt mondják, hogy szia, oké, te akkor a, a tulipánok virágzásával szeretnél foglalkozni, ez a szak." nagy nagyszerű, figyelj, itt van 10 millió dollár, csinálj nekünk egy teljesen szar elektromos cigaretta kutatást, nagyjából ezt szeretnénk, hogy kijöjjön belőle, ha megcsináltad, akkor beszélhetünk a kis tulipános kutatásodról és a következő 10 milliós dologról. És hogy ezért fordulhatnak elő, hogy tömkelegével jönnek ezek a teljesen szar, őrületesen rossz minőségű gyatra fos tanulmányok, olyan kutatóktól, akik korábban tengerbiológusok voltak, és az ég egyedül a világon, semmi közük nincsen az elektromos szigarettához. És ez átcsapott abba a beszélgetést elvitte egy olyan irányba, hogy viszont ez a peer review nevezetű ellenőrzési folyamat, ami jelenleg megy ezeknél a, a publikálásoknál, hogy, hogy ez ma már nem állja meg a helyét, mert olyan szinten szara minősége ezeknek a, a harmadik fél általi ö, ö, kereszte ellenőrzéseknek, hogy annak ellenére, hogy teljesen nyilvánvalóan bárki számára, aki egy kicsit is foglalkozik ezekkel, látszik, hogy teljesen szarok ezek a kutatási eredmények, mégis átsú, átsúsznak, és ezeket lehozzák. És ezeket lehozzák, és aztán le fogja hozni a sajtó az eredményeit, a sajtótájékoztatóján elhangzottakat, és innen jönnek a formaldehidek, a diacetilek, a tízszer rá kell több, és, és a többi, és a többi őrületek. Úgyhogy végeredményben egy baromi érdekes beszélgetés volt. Ugye én, mint egyáltalán nem akadémikus ember, nekem egy kicsit távoli volt, de, de akkor is nagyon-nagyon érdekes volt ezt hallgatni, ahogy, ahogy, irgalmatlanul nagy koponyák küzdenek és próbálják problémakörét csavarni a probléma csavarni a, fejüket. Olyan tipikus elhangzott egyébként, hogy például az elektromos cigaretta kutatás kapcsán, de bármi Más kutatás kapcsán is, hogyha olyan kutatásról van szó, ami mondjuk van felhasználói közössége, van hétköznapi emberek között felelhető szakértelme, akkor, akkor be kellene vonni az ellenőrzési folyamatba ezeket a közösségeket is, mert nyilvánvalóan mondjuk az elektromos cigarettáról, aki két-három éve ezzel foglalkozik, lényegesen többet tud, mint XY-nak a, a professzora, aki elé kerül egy ilyen tudományos kutatás, és fogalma nincsen arról, hogy mondjuk 6 watton e, égő vattát szívni egy kazánból nem annyira fán, és ezért átsúsznak ezek a dolgok, míg hogyha a közösségi kontroll is lenne ezekben a kérdésekben, és mondták, hogy nem feltétlenül csak elektromos cigaretta esetében, bármi más esetben, tanulmány esetében, aminek tényleg van e, 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 hétköznapi közössége, ott, ott ezek azonnal megfoghatnák ezeket a szartanulmányokat. Úgyhogy érdekes volt, érdekes volt. A... Ha meg lesznek a videók egyébként, mert hogy végig mindegyik ilyen előadások készült videófelvétel is, természetesen angol nyelven az egész, akkor legalább végre meg fogom tudni nézni azokat is, amikről lemaradtam a párhuzamos előadásokból, mert nagyon érdekelne, hogy mi volt még ott. Ezután ebéd következett, és jött a... Hogy volt ez? Ez úgy volt, hogy a délelőtt folyamán körbe lettek osztva a papírlapok, ahol és a kis nevedet, honnan jöttél ki vagy, és max. 40 szóban feltehettél egy kérdést, amit begyűjtöttek, és erre a most következő szekcióra gyűjtötték össze a kérdéseket. Itt Peter Beckett, az Egyesült Királyságból, Julian Golden az ír e e elektromos a forgalmazók szövetségétől, Judith Walters az Australian New Nicotine alliance Jött és Émi Fejt aki egy készenléti orvos az Egyesült Államokból. Mi a jó szó erre emergency? Sürgősségi, igen, köszönöm, köszönöm. Tehát ilyen sürgősségi orvos és szakíró a, a, a témában, és ö, ezeket a kérdéseket ö, ott szépen felolvasták, és akkor mindenki a saját maga szakterülete ö, szemszögéből megválaszolgatta ezeket. Ö, na, ezt majd videón lesz érdemes végignézni, mert nagyon-nagyon figyeltem, de bevallom, hogy most már így nem pisztolyal a tart fejemhez tartott pisztolyal sem nagyon tudnám elmondani, hogy milyen kérdések voltak így most csípőből, de szuper érdekes volt ez is, meg, meg jókat beszélgettek, aranyosak voltak nagyon. Utána egy kis kávészünetet követően jött az utolsó beszélgetés, ami egy beszélgetés sorozat, ami az átláthatóságról, transzparenciáról szólt, és Chris Ford adta elő, volt egyébként az az idős hölgy, aki, aki úgy konferálta föl magát, hogy doktora vagyok és 30 éve drogozom. 30 éve, vagy 20, ezt most nem emlékszem pontosan, 20 vagy 30 éve a drog területén az ártalom csökkentéssel foglalkozik, mint programok, metadon, csökkentett kártékonyságú alternatív holmik, hozzáférhetővé tétele, stb. stb. És az ő tapasztalatait vonultatta föl annak kérdésében, hogy az egyes ártalom kapcsolatos területeken miféle eredményeket Értek el a, a, az egyes országok, és hogy mennyire durván rosszabb mutatókat tudnak itt, itt mondjuk kifejezetten a, a heroin közvetítő közege, mint a tű, van egy tiszta tűcsere program az adott országban, és elég korán implementálták el, hogy ez milyen mértékben szorította vissza a hív pozitív megbetegedéseknek a, 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 számosságát az országban, és hát a számokat nézte az ember, brutálisan 1-2 százalék alatti volt a fejlettebb országokban, ahol ezt már ideje korán bevezették, és ha jól emlékszem, Malajzia volt az egyik, és Oroszország volt a másik, akik semmit nem csináltak ez ügyben, tehát ott kriminalizáció folyik a, a, a droghasználatban szemben, és ilyen egészen elképesztő 60% fölötti HIV pozitív statisztika a, a drogfogyasztó körében. Úgyhogy nagyon szépen fölvezette, hogy igen, az általam csökkentés igenis tud működni, amennyiben nekiállsz emberi módon hozzáállni a problémához, és tényleg a jó szándék vezérel és az egészségi és az életnek a, a, a védelme, és nem a földbe akarod döngölni, és morálisan leugatni azokat az embereket, akiken igazából segítened kéne. Nagyon meggyőző volt. hogy egyébként felsorolta a hétköznapi életből egy csomó olyan csökkentő alternatívát, ami az ember bele se gondol, hogy ez az, de valójában az, mint például a bögre füle, hogy ne égesd meg a kezed, a biztonsági jöv az autóban, jobbra-balra körülnézni, mielőtt lelépsz az úttestre, stb. 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 tele van a, a való élet, a mű Működő, észszerű ártalomcsökkentő megoldásokkal, és, és nagyon szépen fölvezette azt is, hogy hogy tényleg tud az egészségügyben, az egészségvédelemben az ártalomcsökkentés koncepciója nagyon-nagyon-nagyon durva eredményeket tud elérni az ügyben, hogy, hogy életeket mentsen meg. Utána következett Luc van Dél, az Európai Gőzölés Dinoszaurusa és arról beszélt, hogy -e a busz alá lökjük-e a, dohányosokat, akiknek igazándiból ugye az elektromos szigarettára és az ártalom csökkentésre leginkább szüksége lenne, amikor a, a, a vépelés érdekében ne Isten paktumokat próbálunk kötni a, a, a dohányzás visszaszorítás és a közegészségügy képviselőivel, és ő, ő ő azt a konklúziót vonta, hogy alapvetően igen. Tehát ahelyett, hogy megpróbálnánk a közegészségügygel szövetkezni és jópofizni velük, hogy nekünk egy kicsit jobb legyen, bele kéne gondolnunk abba, hogy hogy irgalmatlanul nagy mennyiségű dohányos van, akinek szüksége lenne egyrészt is segítő jobbra az egészségesebb élet irányában, másrésztről pedig tömegbázis gyanánt is közelebb rokon, közelebbi rokonságot mutatunk mi elektromos cigaretta használók, a dohányosokkal lévén mi is azok voltunk, mint a, a közegészségügy majmaival. Ez is egy nagyon érdekes kis beszélgetés volt és ezután következett Ricardo Polóza, mint záró előadásként, Polóza professzornak az előadása az elektromos cigarettában rejlő egészségügyi potenciálokról, ott éppen a legutolsó asztma és COPD betegek kapcsán állapot javulásában felelhető javulásokról szóló kutatási eredményeiről számolt be, illetőleg beszélt még arról, hogy miféle érdekes egyéb még feltáratlan kutatási területei lehetnének a jövőben az elektromos cigarettának, mint például hatóanyag bejuttató eszköz, stb. stb. ilyesmi. Mint az összes szlájd esetében, ennek is minden szlájdja már fönn van, és megtekintető PDF-ben egyébként a, 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 konferencia weboldalán. Ezután David Swiner lezárta a konferenciát, összefoglalta az elmúlt Kettő és fél nap főbb ö, eseményeit, és megköszöntem mindenkinek a részvételt, és, és elbúcsúzott. És ezzel zárult alapvetően a, a konferencia maga. Ó, tehát így csak végighallgattalak. meg tudom érteni a, a fel, feldobottság érzését a, a lelkedben. Fifika. <laughs> Figyelj, tehát én is éltem már át ilyen dolgot, nyilván nem egy cigarettával kapcsolatban, de hogy ilyenkor az ember így mindig föl van húzva, mint a, a rugóra járó szerkezet, és akkor hazajön, és azt nem érti, hogy a többiek miért nem pörögnek így körülötte. <laughs> Én, én sok szempontból megvilágosodtam ott egyébként, meg egy csomó ötletem jött. Én úgy vagyok vele egyébként, hogy hazajöttem, és... és Elkezdtem átolvasni a jegyzeteimet, és még nyitottam egy ilyen kis notepad ablakot, összeírtam, ami eszembe jutott, hogy mit kell feltétlenül, hogy mik a következő lépések, mit nem szabad kihagyni, rövid, hosszú távon, stb. stb., stb. amilyen kis gondolatmorzsákat összeszedtem kint. Újraolvastam a jegyzetemet, és csak így elkezdett hízni a lista. Ó, oh, tényleg az is? És akkor így, így olyan, olyan mennyiségű ötlet és teendő holmit ad meg, meg azon nem csodálkozom, hogy mindenki le van lassúva, mert hogy ahogy beszélgettem kint az egyéb egyesületi képviselőkkel, nagyon érdekes volt meghallgatni azt, hogy függetlenül attól, hogy, hogy lemaradottabb országról van szó, keleti, nyugati, északi, déli, magas jövedelmű, kever, kisebb jövedelmi országról, minden egyes országban ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek a, a, az egyesületek és a, a, a népszerűsítők és aktivisták, mint mi itt Magyarországon számomra ez annyira megdöbbentő volt, hogy mondjuk tényleg Norvégiából nem hajlandóak az emberek tagdíjat fizetni, de, de, de render 20 dolcsiér, vagy 200 dolcsiér, kinek éppen milyen kedve van egy újabb modot, meg, 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 meg ilyenek. Tehát, hogy így, ilyen mindennapos, ugyanazokkal a mindennapos problémákkal küzdenek a, a, az egyesületi emberkék és az aktivisták, mint mi itthon. Úgyhogy ebből a szempontból én nem nem értem, vagy nem értetlenkedek, hogy miért nincs mindenki más fölpörögve. Mert hát látom, tényleg én úgy tudtam ezt megfogalmazni, hogy életed legjobb vaper találkozóját képzeld el, és szoroz be ezerrel. K kb. olyan az élmény. Tehát ott vagytok, még mindig nem tudom a pontos számokat, de, de ki lett írva pont az elején, úgyhogy még szerencse basszus, hogy, hogy, időben észbe kaptunk, mert nem sokkal később bezárták a kapukat, elkelt az összesét, tehát elérte a konferencia helyszíne a maximális kapacitását. Arról szólt a fáma, hogy valahol 400 fölött lehetett a, a, a vendégek száma, akármerre nézel vagy kvázi a saját kis klónodat látod valamelyik másik európai országból ugyanazokkal a motivációkkal, ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal a célért ö, ö, küzdve, vagy valamelyik ö, brutális elcigi témában, meg ártalomcsökkentés témában ügyködő hatalmas koponyát, nemzetközi szaktekintét, és így akármerre nézel, ezek így mindenhol. És aztán tök normál, tök kedvesek, megállnak, beszélgetnek veled, tehát tényleg elképesztően elképzelhetetlen, nagyon-nagyon-nagyon brutális a, a Ezek után már bármit olvasunk, csak megkérdezzük Krisztiánt. Ismerjük Krisztiánt? <laughs> Megmondom, mit kell csinálni. Összeszedett pontokba a főbb gondolatébresztőket, és uh, valami kvázi nyílt, de mégse nyílt, hanem hát tényleg olyat, aki, aki tehát nem az van, hogy messziről ember azt mond, amit akar, hanem eddig is kivette a részét mondjuk a, a közösen előgondolkozásból azoknak ilyen hát valami fórumot tartani, tudod? Valami megbeszélni, hogy mit tudom is én már minden második héten egy, egy délután a, a Google hangout vagy mit tudom is én hol, ahol tovább lehetne azt a kérdést gondolni, vagy boncolni. De figyelj, szerintem erre annyira nincsen szükség, mert uh, igazából úgy vagyunk itthon Magyarországon, hogy aki aktívan és Angliából, hogy Blackit se hagyjuk ki belőle. Tehát én úgy vettem észre, hogy nálunk például itt az utóbbi, és ezt akár a podcast idézőjelben rovására is írhatom, hogy így, hogy mi így hárman rendszeresen hetente összejövünk, és, és beszélgetünk dolgokról óvatlanul adásidőn kívül is, hogy egy, egy ilyen nagyon kvázi harmonikus, tök jó kialakult hülyeség azt mondani, de voltak kép igen, munka kapcsolat alakult ki, hogy ugye rendszeresen beszélgetünk online, és bármi van, akkor ezeket a gondolatbizbaszokat én oda bedobom elétek, megbeszéljük. Tehát aki igazából a, oda nőtte ki magát az elmúlt években, hogy tényleg aktívan tenni szeretne az ügy érdekében, azok így, így tartjuk a kapcsolatot. Én nekem de az, egy... jutott, az hmm. jutott az eszembe, szabad ne felejtsd, hogy hogy egyrészt a, a trafikos bekerülés után három hónappal lehet, hogy tartanunk kéne egy hazai ilyen kvázi exkluzív konferenciát, aminek az egyik része az volna, hogy picit fölnyitogatni az új forgalmazók szemét, kicsit rácsodálkoztatni őket az e-cigarettába rejlő egészségvédő potenciára. És, és, most már én azt gondolom, hogy, hogy egy picit erősebben vagyunk a trafikokon keresztül becsatornázva a, a hatalom és a döntéshozók irányába, és hát akkor, akkor így visszafelé kell, érted, a vizes póló alját kell kezdeni nedvesíteni, aztán hát, ha felszívódik a víz a gallérig. <kül> nekem most így, ahogy így végig mentem fejben azokon, amiket mondta, nekem ez volt, ami, ami eszembe jutott, hogy, hogy most, most, már van egy, eddig is volt, csak eddig nem lehetett összerántani a forgalmazókat. Most azt gondolom, hogy, hogy sokkal, de sokkal hatékonyabban lehet őket presszionálni, mint eddig de ez lehet, hogy csak az én agyamban áll így össze, de sokkal nagyobb potenciál van most már a forgalmazókban, mint eddig. Hát nekem változatlanul vérzik a, a szép emlék, szívem a szép emlékű boltjainkért, de valamilyen szinten igazat kell adnom neked, hogy hogy a, a forgalmazók valamilyen fokú szervezetlensége, mert azért egy valamilyen fokú szervezetlenség az, az jelen volt végig, az most igazából, hogy ezek a trafikosok, ahogy te is mesélted, hogy ilyen kis konszernek tömörülnek, stb., hogy, hogy lényegesen szervezettebbek. És ha pusztán abból az irányból szemléljük a dolgot, hogy a az elektromos cigarettás érdekképviselet az igazániból ez idáig kizárólag az elektromos cigaretta használók vállát nyomta, mint teher, plusz ugye a, a, korábbi forgalmazók vállát nyomta, mint teher, de őket meg egy mozdulattal csinálták ki. Hogy így, hogy egy ilyen viszonylag érdekérvényesítésre képes újabb réteg is Érdekének tekintheti az ártalomcsökkentő alternatíváknak az életben tartását, bármennyire nem barátom az előzménye ennek a, és a módja ennek a helyzetnek a kialakulásával kapcsolatban. Most már nem tudok fogalmazni se, de értitek, hogy mire gondolok, hogy bármennyire is áldatlan a helyzet, ami kialakult, és a, ami kapcsán eljutottunk ide, hogy lehet, hogy a legváratlanabb helyen fogja maga az ártalom csökkentés megtalálni a, a, támaszát ebben a lehetetlen szitúban. Úgyhogy én ezt nem érzem annyira elrugaszkodott elképzelésnek, amit mond a Szifika, sőt. Azt tegyük hozzá, Krisztián, hogy... Gondolkodjunk. azt tegyük hozzá, hogy valahol ma olvastam talán egy topikban, hogy bement a, bement a gőzlérkartársa a trafikba, és mindegyik őtök a legjobbat nézi ki, mert micsoda lehetőségek, és micsoda ö, alternatívák, és mikor ö, a második kérdés után azt mondta neki a, az eladó, hogy tudod mit, nekem erre nincs időm, ide kipakolok mindent, az döntsd el, hogy mit szeretnél. Tehát amíg, oh. itt, amíg itt tartunk addig, addig, ne legyen már túl nagy, ö, tehát ne képzeljünk már bele sokkal többet, mint amennyi a kereskedők részéről, mert nekik jelen pillanatban szerintem ez még bőven, bőven, bőven vastagon bold betűtípussal aláhúzva a fölösleges ö, plusz munka kategória nyűg nyűg, nyűg. igen ja. Aha. tehát itt De most itt vele, most vele, vele, előrébb vele kéne venni előrébb kéne venni az ő ö, tájékoztatásukat, képzésüket, oktatásukat, mert ez így ö, rövid úton meg fogja bosszulni magát. Minek no, tart, akkor... csak úgy se fogy meg, úgy se értek hozzá, meg úgy is hülyeség valamit, az egész. Valamit mert azt mondtam, hogy lehetne az egyik szegmense ez. Nyilván a Igen, csak én meg föl az... szeretném, én fölfogtam, amit mondtál, csak föl szeretném hívni a figyelmeteket, mert mostanában nem nagyon említettük a, a, a boltokat, csak úgy, hogy micsoda alternatíva lehet ez, hogy Ö, jóval több embert érünk el így, de ö, jóval több embert ér most jelen pillanatban el alul képzett személyzet révén az elektromos cigaretta, és hogyha hogyha ez olyan, mint hogyha most atomreaktorba hasadó anyagot kéne eladnunk nekünk, hát nem nagyon értünk hozzá, annyit mondunk, hogy dúsított urán, azt, azt jó van, de ennyit tudunk róla mondani, választjátok ki, melyik rudat szeretnétek, aztán Amelyik jobban világítotok, azt vigyétek Tehát körülbelül. Nem, teljesen teljesen jogos, amit mondasz Charlie egyébként. Üh, viszont az is igaz, hogy És bocsánat, hogy kell főznünk, amik az... Igen? van. Igen, de erről eszembe jutott az a tévés riport, amikor a. Hú, melyik volt az a... Valami, valami idősebb fószerrel voltál bent, aki meg valamilyen trafikos újság... É, igen, vagy, igen, igen, igen. Hogy a, még tavaly novemberben vagy. Hogy azzal kapcsolatban lehet, volt. hogy el kéne kezdeni most egy kicsit mozgolódni, nem? Ö, én annak idején mm, összehoztam őt Szunyog Tamással, mert hogy pont a forgalmazó kapcsán érdekesebbnek tűnt a téma, amit kérdezgetni akart, de hogy de. Hogy, de, Ja. Ez a nyugodjon le mindenki a picsába. Tehát a, a trafikus újság két főszerkesztője, két nagyon nagyon-nagyon milf kinézetű leányzó, azonnal 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 a <laughs> tudtam a, mújolnak, mújolnak, tettem, mújolnak. Tettem, hogy tudtam hogy Charlie-nak egyből föl lobban a fantáziája de hogy velük van kontaktunk és tervbe van egy cikk sorozat ami a az e-cigarettát taglalja a trafikusoknak és amikor én az előbb ezt mondtam akkor azt hogy üljünk össze vagy szervezünk egy ilyen profi a a mostani forgalmazóknak akkor az csak egy része volt az ártalomcsökkentés, és igazából azt kellene megbeszélnünk majd, ha eltelik ebben a rendszerben egy három hónap, hogy nekik mik a tapasztalataik, mi, miben tudjuk ö, esetleg támogatni továbbképezni őket, illetve hát ö, ott azért a szakmai képzések ö, majd egyszer csak elindulnak, tehát nem, nem, fogják a, a zeladókat a, a lógva hagyni a levegőbe. Meg, meg forr ez az egész dolog. Hát nyilván lesz olyan trafik, amelyik azt fogja mondani, hogy, hogy, ő foglalkozni akar vele, és tovább akarja képezni a, a kollégáit. Lesz olyan, amelyik meg azt mondja, hogy ő inkább nem, mert nem keresik, mert, mert nem lát benne akkor a potenciált, tehát előbb-utóbb be fog állni a kereslet a című dolog. Ennek én adok mondjuk egy 3-6 hónapos időtartamot, csak ugye az a baj, hogy januárban meg már itt van a nyakunkon a jövedéki adó, ami megint át fogja egy picit formálni a, az egész piacot. Közben ugye elkezdődik majd az engedélyeztetési eljárás alá vont eszközök likvideknek a, a káváriája, illetve hát már most novemberben is... novemberben nagyon durván megcsapan a kínálat valószínűleg. Most is uh, uh, folyik, vagy uh, kezdődik már ez a része. Úgyhogy uh, itt azért rengeteg uh, olyan nyitott kérdés lesz a, a piac kapcsolatban, mire most uh, ha valaki azt mondja, hogy úgy lesz, akkor az szerintem hazudik. De, de hogy de hogy, uh, hogy Ugye az Egyesületi Gyűlésen is elmondtuk, hogy hogy új helyzet van, új fölállás, új célok vannak, újra kell fogalmazni magunkat az elektromos cigaretta frontján, mindaz mellett, hogy hogy nyilvánvalóan azt gondolom én legalábbis, hogy amit lehetett, mi megtettünk azért, hogy ez ne így történjen. Az, hogy most. Uh, hány ercegi boltos uh, uh, ment uh, tönkre, az majd Brüsszelre fog tartozni ez a kérdés, hányan fognak kimenni, hányan fognak valamiféle kárpótlást kérni, de én azt látom most, és az dobja rám az első követ, aki nem, nem így gondolja, én azt látom, hogy azok a forgalmazók, akik ezen a piacon életképesek voltak, és mondjuk egy két-három boltos hálózatig eljutottak, az mind a piac résztvevője maradt. Egyelőre. Nem nem tudok ezzel vitatkozni, igen. Mert... Egyébként segítsél már, FIFIKA, má, vagy tíz percig meg akarom kérdezni. Van arról nyilvántartás, hogy a, az x darab trafikra ö, mennyi olyan trafik jut, ahol forgalmaznak elektromos cigarettát? Nem is kimutatás, pontos számodat. Én most azt látom, hát ugye pontos számadata a, a nagykereskedőknek van, hogy az adott nagykereskedő termékei, hány trafikba kerülnek be. Én most azt látom, és ezt mindenki megpróbálja valamilyen szinten uh, jelezni a közösség felé, De a jövő héten nekem lesz egy ilyen 110 trafikos listám, ezekbe lehet mondjuk majd liquidet kapni. De a másik nagykereskedőnek is van valami listája. Persze csak a, amire... hogy van álfedés, vagy mit tudom is én? Igen, de amire én ígéretet kaptam mondjuk a, a trafikosok egyesületétől, az az, hogy ők külön be fogják vonni nekik. Nem tudtam, hogy a, a trafikosoknak van egy androidos alkalmazásuk, ez a trafikkereső. És a trafik keresőbe be fogják vonni külön kategóriaként az e-cigarettát, no. És akkor mindenki fogja látni, hogy a, a környékén azt nem, hogy mit tart, de hogy a környékén van-e van trafik, aki foglalkozik e-cigarettával, vagy nem. Ugye azt már beszéltük, hogy a, a trafik kiírhatja a trafikra, hogy e-cigaretta kapható, ettől Na, többet nem. Elmondom, hogy de, pont de, hogy ezért ezt kérdeztem, mert a városban jártam, keltem benne, hogy éppen hétvége, séta vagy meccs a körúton, és... Hát, szerintem 5-6 trafikot láttam és direkt néztem a portált és sehol sehol nem láttam kiírva. Ezek majd később fognak tíze. szerintem fölkerülni. Lehet, hogy itt még tud, ilyen egységesítési eljárás alatt van az, hogy mekkora fölírat lehet, milyen betű, milyen magas tud, milyen fólia, meg Jaja. honnan lehet megvenni. Tehát ezek azért azért lássuk be elsődlegesen fontos... Bürokrácia, bürokrácia. Hát azért nem gondolnám, hogy, hogy, hogy ezt ennyire túl kell gondolni, mert ugyanúgy, ahogy a sötét barnára ráírják, tököm tudja milyen betűtípussal, hogy sör, bor, cigaretta, rágógumi, pont azzal a betűtípussal odaférne, hogy elektromos cigaretta. Tehát én, én így Néztem bármilyen lehetőséget, hogy kis felhőpamocsot látok-e, vagy azt, hogy elektromos cigaretta, vagy ercigi, semmit nem láttam. Be ha nem most, mentem. Ha most meg kéne tippelni, akkor én, én azt mondanám, hogy, hogy ha egy picit tisztul a kép, akkor szerintem egy országosan egy 3-500 trafik között lesz az, aki, aki folyamatosan uh, fog elektromos cigarettával foglalkozni, és tartani fog mondjuk két-három liquid brandet, mert, mert, azért ezt belátják ők is, hogy, hogy egyrészt hely kell neki, másrészt némi szaktudásra rendelkező eladó gárda, tehát hogy minden váltásban legyen egy ember legalább, aki tudja, hogy mi az, hogy ego, meg hogy a milliampere az nem azt jelenti, hogy mennyi az annyi, tehát ezek a, az alapvető dolgok meglegyenek. Meg hát azért lássuk be, hogy most megy egy ilyen troll hullám vég a, a trafikokon, ott bemegyek, bekérdezek, hogy ez egy írt lehet -e kapni, azt majd néznek rám hülyénél, meg jót röhögök. Meg a likvid fogyásokon is az látszik, hogy most mindenki ilyen tesztüzemmódba ment át, bemegy, vesz egy szar likvidet, aztán a közösségi oldalon meg lobogtatja, hogy na, mekkora szar van a trafikban. Előbb-utóbb ez, ez azért sz szerintem biztos, hogy egy picit tisztulni fog ez a, ez a helyzet. Az is biztos, hogy legalább 20 fölötti likvid márka lesz bent az országban, aztán majd ezt a piac megrostálja, és szerintem maradni fog egy 8-10. Tehát én nagyjából ezt gondolom most erről a piacról. Az is biztos, hogy nagyságrendekkel nagyobb lett a piac. Tehát az nem tudom eddig hány üzlet volt, ugye mindig satszolgattuk, hogy mennyi lehet, de, de biztos vagyok benne, hogy nagyságrendekkel nagyobb és nyitottabb lett a, a piac az előzőkhöz képest. Úgyhogy ennyi, és, és erre aztán csak a tégla jön, tehát egy, egyre szarabbá fog válni a, a készülék választék, a, az értékesítési feltételek, illetve hát ugye a jövedékivel aztán az e-cigaretta utolsó előnye is el fog tűnni a, a piacról, és tényleg egy polcon lesz a hagyományos dohánytermékek költségeit tekintve. Na ja, jó, kibeszéltük magunkat, már két órán túl vagyunk, úgyhogy akárre is zárhatnánk ezt a hetet. Mit szóltok hozzá? Én benne vagyok. Én még elmesélem nektek, hogy, hogy megszültem, és ma hajnalra, hát igazából nem, mert még napközben dolgoztam rajta, de délutánra, mint mondtam, meg lett a, a, az alkotmányjogi panasznak a, az első piszkozata, amit Pleki nagymester már meg is köpködötti, meg jó nem köpködtétek meg. És, és este küldem át az ügyvédnek, és nagyon frankók kis fejlemény, hogy benéztem a határidőt, és a mi esetünkben nem 60 nap határidő van a benyújtásra, hanem 180 nap határidő, ami nem azt jelenti, hogy húzni kell a, a, a dolgot, mint a rétes tészta, de hogy egy kicsit több rákészülési idő van, hogy biztos, hogy tökéletesen el legyen varva minden szám, még egy-két extra info be tudjon sorogni ilyesmi, úgyhogy, úgyhogy eh, egészen biztosan eh, lesz. Semmi időm nem volt, úgy mentem ki Varsóba, hogy majd esténként, amikor eh, nyugi van és úgy se tudok mit kezdeni magammal, akkor majd irkászom a kis eh, eh, alkotmányjogi panaszt. Ebből semmi nem valósult meg, egy betűt nem ütöttem le Varsóban ez ügyben, egész egyszerűen nem jutott rá idő. De mit csináltál estén? Ja, persze, tudom, bebasztál. Nem bebasztam, De hogy sajt, Kapcsolatot e, építettél. Fél... Facebook live nektek. Első este például, első mentem kapcsolatot építeni, lemondtam a kis Kapcsolatot építeni, Ne már föl, hát emlékszem Networking. arra a bejegyzésedre, vagy a bejelentkezésedre, hát ott voltatok a sörözőben. Az az első, az a nulladik este volt, Csárli. Igen, az a arról este beszélünk, volt. azt mondtad azt első mondanom, este. Az, azt mondtam, hogy első este a nulladik este, nem az első este a nulladik este, évvel korábban. Polemizálhatunk rajta, az 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 rajta az majd, amikor kimész valahova. Kimész valahova, Ihet, az az nem... első este. Ez nem diák sziget az meg, hogy nulladik nap, meg nulladik este. De ezért mondtam, hogy a konferenciának szabvány szerint a konferencia pénteken kezdődött. Tehát a csütörtök este, a premier, az nem a konferencia része volt, az egy ilyen bónusz nulladik nap volt. Nem véletlenül hívom nulladik napnak. Úgyhogy, úgyhogy nem. Mondom, például az első este volt az a bazi bejelentkezés, és nem, nem, is mentem el bulizni. Kipróbáltam okulva az első nap reggeli csúszásaiból inkább kipihenni magam, és a többi, és a többi. Tehát, hogy olyan szinten tele volt eseménnyel, és, és, időtöltési lehetőséggel, meg bratizási lehetőséggel az egész hétvége, hogy, hogy a végén nem jutottam el odáig, hogy, hogy érdemmel le tudjak ülni, és akkor egy gondolat jusson az eszembe az alkotmánybírósággal kapcsolatban, is elkezdjem csinálni. Úgyhogy így, hogy hazaértem, akkor így nagyon durván nekiálltam ö, 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 reszelni, szerintem kurva jó lett, úgyhogy kérlek, majd lessétek meg és, 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 és köpködjétek meg, este megy az ügyvédhez, úgyhogy sinem vagyunk, sinem vagyunk. Én átolvastam, nyilván minden szennek maga felé hajlik a keze, de hogyha én alkotmánybíró lennék, akkor kikelnék mérgembe a palástomból, hogyha egy ilyen a kezem alá kerülne, és mennék ki sallereket és kokikat osztogatni a, 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 a jogalkotók közé reménykedjünk, hogy faszaság lesz. <kül> Illetőleg ja, azt még el szerettem volna mondani, hogy az is egy nagyon-nagyon gondolatébresztő volt, hogy már nem emlékszem, hogy melyik előadáson hangzott el az a, az a megállapítás, hogy egyedül sehogy sem tudunk olyan erősek lenni, mint közösen, és elgondolkoztam azon kinn is, hogy, hogy az, hogy ilyen igazából aktívan kevesen veszünk részt a, a a dolgok előmozdítása érdekében, hogy lehet-e ez esetleg valamilyen szinten mondjuk az én hibám, hogy nem tudom kellően motiválni az embereket, és aztán erőítőt eszembe ma ez a kis felhívás, amit körbetettem Facebookon, hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy lefordítani a neféjék anyagát, és megküldeni szakértői véleményezésre a nemzetközi akadémikus közösségbe, és mert hogy ebből nagyon érdekes dolgokat ki lehet kanyarítani majd a végén, hogyha meg lesz és aztán rájöttem, hogy fú, is sehogyan sem tudom bepréselni a, 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 kis listámba, hogy most leálljak, leülj, nekiálljak napokig ezt a bazitömény és hazugságoktól emzsegő szöveget fordítgatni. És akkor kint eszembe jutott, hogy, hogy még kint jutott eszembe, hogy, hogy valahogy meg kéne motiválni az embereket. Tehát azért körbe kell kérdezni, hogy srácok, itt van, osszuk meg a feladatot, ki tud segíteni, és akkor nem arról van szó, nem azt várjuk el bárkitől, hogy napi két-három órát szálljon rá minden nap erre az egész történetre, de hogy így adhok jelleggel, hogyha a, valamibe be tudsz szállni, akkor lehet, hogy kedve is lenne az embereknek. És az lett a tanulság, hogy, hogy igen, 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 most úgy néz ki, hogy már egészen elegen leszünk ahhoz, hogy senki ne kapjon epekövet a, 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 az angóra fordítástól, szépen meg tudjuk osztani a munkát. Úgyhogy hogy ilyen irányba is elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan tudjuk bevonni, motiválni az embereket arra, hogy, hogy, hogy ők is egy kicsit közelebb érezzék magukat a, 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 a a és a, 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 ahhoz, ahol történnek a dolgok. Meg hogy, meg hogy a magunk válláról is egy kicsit levegyük és megosszuk a terhet. Kurva jó volt Varsó, egészen elképesztő volt Varsó. És nagyon itt is szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a Villanypára Egyesületnek, hogy lehetővé tette, hogy elmenjek a konferenciára, mert zseniális volt. Mi meg köszönjük, Krisztián, hogy három év után rászántod magad, hogy elmenjél a konferenciára. <tos> <tos> Tehát két, igen, két, év, igen. két év baszogatás után Szedte össze Krisztián a, a bátorságát, és ment el. De nem baj egyébként, én azt gondolom, mert lehet, hogy a, a nulladik év nem volt ilyen jó, biztos vagyok benne. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy az első sem volt uh, ilyen jó. szerintem. Meg most, fogsz lepődni? Most ért a... be. Nem, 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 nyilván nekem nincs viszonyítási alapom, de ott többen mondták az utolsó esti kis beszélgetés alkalmával, a szabadidős foglalkozás alkalmával, hogy ha ez idén nekem tetszett, mint első, akkor menjek föl és nézzem meg a tavalyi év előadásait, mert az még az ide, volt egy-kettő, ami az idejénél is durvábban jó volt, és, és, és motiválós, és jó. Úgyhogy állítólag én nem tudom elképzelni, hogy ennél hogyan lehet jobb, de egyes vélemények szerint, még, még egy fokkal jobb volt a, a, a tavalyi is. Tehát nem baj, lesz jövőre is, szeptembertől már lehet regisztrálni. Mindenkinek a, a szomszéd lova tetszik, Krisztián. Lehet. Nyugodjál meg. Na húzzuk be a kertkaput. Húzzuk be. Akkor az adás cím megvan, videókat belomizom, Krisztián hanganyagát földolgozom, Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok. Köszi, sziasztok.